Köszöntöm kedves nézőinket! A mai napon letűnt és születő vendéglátós dinasztiák címmel készült, korábban készült kétrészes sorozatunkat láthatják. A két évtizeddel ezelőtt forgatott filmek egy pályázat segítségével születhettek, melyet az ORTT írt ki. Ennyi idő távlatából ma is csak annyit mondhatok, mindenkinek köszönöm a segítséget, aki bármilyen módon is támogatta, hogy megszülethessen ez a dokumentumfilm. Hajdúszoboszló legújabb kori történetében meghatározó szerepe van a Pávai Vajna Ferenc által föltárt gyógyvíznek. A csodaforrás megváltoztatta a város életét, melynek fejlődése az ezredfordulón különösen lenyűgöző. A jövő fényei mellett fakul a múlt. A fürdő hőskoráról, az első szállásadókról, vendéglősökről, akik már a 30-as években bíztak a város fejlődésében és tettek is érte, egyre kevesebben őriznek személyes emlékeket. Agárdi Mihály egyike azoknak, akik nem csak a kezdetekkor, hanem évtizedeken át a történések közelében voltak. Azért is volt lehetőségem erre, hogy a forrásokat irányító helyi vezetőnek egy hozzá hasonlókorú fia volt, és mi, mint két barát, mindenütt ott lábatlankodtunk. A felső vezeték jelenlétében is hallottuk, lestük, ittak a szavukat. Az érettségi vizsgám letétele után 1936 októberétől a Városházán dolgoztam, és 1937. szeptemberétől 1938. október 1-ig a polgármester mellett dolgoztam, mint titkár, így közvetlen értesüléseket nyertem azokról a folyamatokról, amik a fürdő fejlesztésével kapcsolatban időközben lezajlottak, amikor pedig a közművekhez kerültem, amelyik a fürdőt üzemeltette, attól kezdve megint közvetlen értesülésem vannak. 1948. augusztus 1-től a közműveknek főkönyvelője lettem, és 1949. március 15-től pedig akkor állami tulajdonban vett Hajdúszoboszló gyógyfürdővállalat főkönyvelője lettem. Így nem csak közvetlen értesüléseket szereztem, hanem sok tekintetben intézkedő is voltam az ezzel kapcsolatos teendőknek. Erdei Gyula helytörténész szintén azon kevesek közé tartozik, akik kitűnően emlékeznek az indulásra. Amikor 1927 nyarán a fürdő megnyílt, megjelentek Hajdúszoboszlón az első fürdőzők is, az első vendégek is. A számuk 1928-29-ben már jelentősen emelkedett. Számukra valahol szállást kellett biztosítani, illetve őnekik kellett szállást szerezni, lehetőleg itt a fürdő közelében. Ezt a lehetőséget a fürdő környékén lakók, háztulajdonosok, vagy egyáltalán ezen a területen élők hamar meglátták, hogy ez egy jó üzleti pénzszerzési lehetőség. És tulajdonképpen az első vendégek azokban a szobákban kaptak helyet, amit az itt lakók átadtak az ő számukra, kiadtak az ő számukra. Nem voltak nagyon drágák abban az időben ezek a szobabérek. Emlékezetem szerint naponta egy-két pengőért már lehetett szobákat, két ágyas szobákat bérelni. A tulajdonosok meg kihúzódtak melléképületekbe. Itt ezeken a olcsó helyeken napi 50 fillérért lehetett szállást kapni, de úgy, hogy még ott megengedték a szállásadók azt is, hogy magukkal hozott krumpliból, szalonnából és lisztből
főzzenek, így nekik csak a napi 50 fillér jelentett különköltséget, mert a biztosítóintézettől ingyen fürdőjegyet kaptak. Amikor ezek a betegek itt meggyógyultak, visszatérve munkahelyékre, a hasonló sorsú emberek is látták, hogy gyógyulnak, ők is tömegével kezdték a szoboszlói fürdőt igénybe venni. Sőt, még azt is meg lehetett tenni a jobb keresetűeknek, hogy magukkal hozzák a feleségeket vagy gyerekeiket is. Módosabb szoboszlói családok nem könnyen szánták rá magukat a vendégtartásra. Nehezen engedett lányai unszolásának Márton József földbirtokos is. Márton József nagyapám Hajdúszoboszlón földbirtokos volt, nagyon vallásos ember, presbiter, városi képviselő, megyei képviselő, és a közbirtokosságnak volt a pénztárnoka. Ott dolgozott, én még gyerekkoromban visszaemlékszem arra, mert nagyon sokat voltam náluk, hogy nagyapám reggel ugye komótosan leült a terített asztalhoz, megreggelizett és indult be a városházára, és délig mindig ott volt. 1860-ban született, és 1938-ban halt meg. A nagyanyám pontos születési évére nem emlékszem vissza, csak azt tudom, hogy jóval, vagy 13-14 évvel volt fiatalabb, mint nagyapám, és 11 gyermeket szült, a 11. szülés közben meghalt, a 10 gyermeket nevelték fel, és ebből 3 fiú volt, meg 7 lány. 1906-ban épített nagyapám, amikor már 8 gyerekük volt, a Szilfákaja 34 szám alatt egy családi házat. A családi ház 4 szobából, egy hatalmas nagy konyhából és egy nagyon nagy verandából állt. Ezt a verandát azért hangsúlyozom ki, mert a későbbiekben ebből a verandából 2 egyágyas szobát lehetett csinálni, akkor, mikor már a hőforrás feltört Szoboszlón, és ugye a lányai, illetve egy nagynéném, a Márton Lia, aki már akkor elvált asszony volt, nagy nehezen rávette a nagyapámat, hogy járuljon már hozzá, hogy fürdővendégeket fogadjanak. Nagyon nehezen, ahogy nekem elmondták, ugye, mert én kicsi voltam, én erre nem emlékszem vissza, nagyon-nagyon nehezen járult hozzá a nagyapám, aki ugye uralkodott az egész családon, egy rendkívül energikus ember volt, és az ő szavát nem igen lehetett átlépni senkinek sem, de nagy nehezen mégis rá tudták venni. Jött ugye a világgazdasági válság 29-33-ig, akkor ugye a panzióban is még nagyapámnak földet kellett eladni, és fürdővendég, hát az emberek is ugye szegényebbek voltak, nem volt olyan a fürdő, gondolom, hogy annak idején épülhetett a 20-as évek végén, meg a 30-as éveknek az elején, de aztán mindig több-több vendég lett, hogy a gazdasági válság elmúlt, mindig több ember jött Szoboszlóra nyaralni, és akkor a nagynéném kiváltotta az iparengedélyt panzióra, étkezdére, és volt úgy, hogy 130-140 embernek főztek. A 4 testvér, a 7 lányból 4-en mentek minden áldott nap, és főztek, ellátták a vendégeket. Szoboszló ekkor az egyik legszegényebb hajdúváros volt. Mártonék példáját nem sokan tudták követni, így inkább azok építkeztek, akik a víz hírére jöttek. A Hungária panziót lehet megemlíteni, ami tulajdonképpen egy kisebb méretű üzleti vállalkozás volt, tehát nem csak szobákat adott ki, mint a itt lakó szoboszlóiak, hanem vendéglőt is működtetett. De kifejezetten szoba kiadás céljából épült, például ott a Hungária közelében a alagi lak. Ha jól emlékszem, 7 vagy 8 szoba volt az,
amit kiadtak. A nevét onnan kapta, hogy a tulajdonos Alagról került ide, jött ide Hajdúszoboszlóra. Így létesültek a Bánom kertbe még több ilyen nyári szezonra épült házak, némelyikben nem is volt fűtés, mert nyáron nem volt rá szükség, télen nem használták, de a nyári szezonban célnak megfelelt. Aztán különböző egyesületek is igyekeztek itt lehetőséget biztosítani tagjaiknak a nyári üdülésre. Így épült meg szintén a Bánom kertbe a ORTE, vagyis az Országos Református Tanító Egyesületnek az üdülője. Itt ebédet is, étkezést is biztosítottak. Ez egy olyan 10 szobás körüli építmény volt. A közelében nem sokkal később a katolikus tanítóknak is felépült a üdülőháza. Ott nem volt tudomásom szerint étkezési lehetőség, csak a szobákat biztosították. Hasonló volt a gazdasági, mezőgazdasági tanárok egyesületének a épülete is, és hát azon kívül több ilyen kisebb, ilyen-olyan laknak nevezett építmény emelkedett ott ki egymás után, hát főleg a mai béke üdülő területéig, azon kívül már nem nagyon volt. A városban szintén létesültek kisebb-nagyobb ilyen célból készült épületek. Ezek közül említsük meg a Muskátli lakot, mert volt egy ilyen is, vagy egy nagyobb volt a Gróf Almási féle ház a Arany János és a Veselény utca sarkán. Ott volt vagy 15-16 szoba, tehát az egy emeletes saroképület, kifejezetten vendégtartás céljára létesült. Most egy nagyon jeles vendéglátóhely volt a Vadászkürt. Ennek a tulajdonosa Kovács Sándor vendéglős volt, aki annak idején itt egy kis sarki kimérőhelyiséggel kezdte a működését a Gólyazok sarkán. Aztán szépen terebélyesedett ott az ő birodalma, a Vadászkürtöt is, hát az akkori viszonyoknak megfelelően már a vendéglőt szépen felépítette. Nagy befogadó képességű volt az, úgyhogy udvarhelyiséggel együtt ott nyáron 200-300 vendég le tudott ülni. Minden este zene volt, helyi cigányzenekar, vagy Budapestről lejött együttes játszott, népszerű, kedvelt helyiség volt. Az említett épületek jó részét már lebontották, vagy átalakították, de akad olyan is, mely még a régi. Szüleim a Békés Csabai Vasút éttermet bérelték 1930 óta, mert akkor épült fel az új Békés Csabai állomás. Ott dolgoztak, és anyu kicsit betegeskedett, reumás volt. Sok fürdőt bejárt az országban, Hévíztől kezdve, mindenfelé, mikor meghallotta, hogy Hajdúszoboszlón milyen jó víz van, és úgy döntött, hogy kipróbálja. Eljött ide 3 hétre üdülni. És 3 hét után, csodák csodájára, majdnem, hogy teljesen meggyógyult. Akkor elhatározta, hogy ami pénzt keresnek, amiben is hasznuk van, azt Hajdúszoboszlóra fektetik be, és így vették meg 1935-ben az első telket a Major utcán, ahol 1936-ban kezdtek építeni.
építették fel az első részt. Majd 1937-ben vették meg ezt a Kölcsey utcai telket. Megépítették ennek a háznak az elejét, tehát ezt a villaszerű épületet, ami a család részére készült volna, hogy mi itt lakjunk, az üzlet pedig a Major utcán történjen. Később azonban még építettek hozzá 8 szobát, mert hiszen a telek megengedte, és így készült el a most látható teljes hosszában az épület. Hajdúszoboszlón abban az időben még nem volt vízvezeték, és így mind a két házunknál kutat furattunk. Minden szobában vízvezeték volt, kagyló, mosdókagyló és természetesen angol WC. Mivel mi nem laktunk Hajdúszoboszlón, így bérbe adtuk mind a két házat. A Major utcai házban Veres Béla volt fürdőigazgató felesége bérelte, később egy másik házas pára, az egyik elég ismert panzió, Márton panziónak az egyik testvére. Anyunak minden gondolata csak a Szoboszló volt, akárhova mentünk, akármilyen baráti társaságban, bármerre, csak Szoboszlóról tudott beszélni, dicsérni Szoboszlót, és ugyanakkor minden kis pénzét ebbe ölte bele. Ezt tette a debreceni Nánási Lajos és felesége is, akik a legigényesebb vendégeknek is meg akartak felelni. A Gambrinus építtetője 1895-ben született Debrecenben. 1928-ban vette feleségül Böszörményi Margitot, egy híres debreceni vendéglős család leányát. A feleség szülei bérelték akkoriban a Vigadót és a Hungária éttermet. A fiatal pár először a Korona vendéglőt, majd a debreceni Gambrinust vette bérbe. Nánási Lajosné, amikor kilátogatott Szoboszlóra, megdöbbenve tapasztalta a kezdetleges állapotokat. Hazatérve arra kérte a férjét, építkezzenek Szoboszlón. Párját sikerült meggyőznie, s hamarosan, közel a fürdőhöz meg is találták az ideális helyet tervükhöz. A fürdő előtti, két utca közötti óriási telken lévő ócskaházat lebontatták, az újnak a tervezését pedig Dávidházi Kálmára bízták. A 30-as évek neves építésze merészvonalú szállodát tervezett. Európa építészetében akkor jelent meg az az új irányzat, mely később Bauhaus néven vált ismerté. A Gambrinuson e stílus jegyei figyelhetők meg. A három bejáratú épületben kezdetben 35 szoba volt. Az egy és két ágyos szobákat s az éttermet egyaránt szolid eleganciával rendezték be. A szálloda megnyitásáról így tudósított a helyi lap. A hajdúszoboszlói Gambrinus szálloda étterem és sörcsarnok megnyitása tegnap este fényes keretek között előkelő vendégek jelenlétében folyt le. A modern igényeket minden tekintetben kielégítő helyiség első és legkiválóbb társas helye lesz a fürdőző közönség ezreinek. Vitéz Nánási Lajos tulajdonos neve biztosíték arra, hogy ez új intézmény rövid idő alatt egyre gyarapodó látogatottságnak fog örvendeni. A Gambrinust Nánási Lajos név vitte, ebben testvérének férje volt segítségére. Csócsis Lajos főpincérként dolgozott a szezonálisan nyitva tartó szállodában. Két év után Nánásiék Hajdúszoboszlót választották, debreceni üzletüket átadták a fölötte lévő lakással együtt Csócsicséknak. Imádták Szoboszlót, és az üzlet remekül ment. Erről tanúskodik a város kasszába befolyó adó mértéke is. Már a nyitás évében több mint 500 pengőt fizettek be. A legmagasabb adót a városban engedéllyel működő, majdnem 800 iparos és kereskedő közül. Két lányuk volt. Az idősebb Éva még a háború elején egy évet Svájcban töltött, kiválóan megtanult németül. Édesanyja mindenre meg akarta tanítani, ami az üzlethez szükséges, s azt tervezték, később Svájcban tökéletesíti még tudását. Már tartott a háború, mégis folytatták a szálloda bővítését. 1944-re elkészült a második épületszárny, s még ebben az évben német tisztek szállták meg az épületet. A háborúval a fejlődés megtört, s ez nem csak Nánásiékat, hanem minden panzió tulajdonost, a fürdőt, az egész várost kegyetlenül érintette. Különösen megnehezítette ezeknek az embereknek az életét, akik
arra rendezkedtek be, hogy itt a fürdő vendégek tartásából hát életüket fenntartsák, hogy 1944. október 9-én az orosz csapatok Hajdúszoboszlóról bejöttek, és ezeket a csapatokat az akkor már üresen álló üdülőépületekbe, középületekbe helyezték el. Na most a csapatok fokozatosan cserélődtek, több esetben ezek az épületek üresen állottak, úgyhogy akkor, amire a 1945 elejére Hajdúszoboszlót zömébe elhagyták, akkorára már ezek az üdülőépületek kilettek fosztva, berendezési tárgyaikat széthorták, szétlopták, úgyhogy mikor a úgynevezett háború Szoboszlón keresztül vonult, akkorára egy teljesen kirabolt épületet találtak, mert is különösen azok a tulajdonosok, akik nem hajdúszoboszlói lakosok voltak eredetileg, a háború eseményei miatt már korábban elhagyták a várost, visszatértek eredeti lakóhelyükre, szülőhelyükre. 1944. szeptemberében szőnyegbombázást kapott Békés Csaba, és a vasútállomásnak azt a részét rombolták le, amelyikben pont a mi lakásunk és a mi éttermi részünk volt. Így ott nem lehetett tovább dolgozni, mert miközben a romokat takarítottuk, már be is jöttek a szovjet csapatok, és elfoglalták Békés Csabát. 45 tavaszán a MÁV avval a kérdéssel fordult a szüleimhez, hogy folytassák, tegyék rendbe, és folytassák tovább a munkát a Békés Csaba étteremben, de már mivel 60-on felül voltak, úgy döntöttek, hogy ők már nem kezdenek hozzá, és eljönnek Hajdúszoboszlóra. Így 1945 májusában eljöttünk Hajdúszoboszlóra szekérrel, két szekérrel. Két napig jöttünk, míg ide értünk, de szerencsére nem történt közben semmi baj. Visszajöttünk, de bizony hatalmas csalódás ért bennünket, mert teljesen ki volt fosztva a ház. Szinte semmi nem volt benne, se a Major utcaiba, se ebbe. Úgyhogy azon kellett törni a fejünket, hogy hogyan tovább, hogyan kezdjünk hozzá, mert hiszen élni kellett, és valamiért meg kellett kezdeni az életet. És bármilyen érdekesen hangzik, de már 46-ban jöttek a fürdőhöz, de vendégek. Tehát már volt érdeklődő, és így valahogy meg kellett kezdeni az életet. Hát nem volt könnyű, de azért be tudtunk rendezni ebben az épületben egy pár szobát, a másikat pedig kiadtuk ugyancsak bérletbe, Molnár Lajosnak és feleségének. És akkor elkezdtük a panziós életet, mi abból állt, hogy mind a hárman dolgoztunk, és még két segítségünk volt, Bodolai néni és a lánya. Anyu főzött, apám az volt a bevásárló, én olyan mindenes, mindent csináltunk, és segítségünk volt a két ember. Kezdett már egészen jól beállni az üzlet, mert olyan szerencsénk volt, mivel vízvezetékes volt a lakás, hogy a szott elődje, vagyis hát nem is inkább a szott, hanem a STK elődje, a Oti, kivette a házat májustól szeptember közepéig, és így két hetenként csoportokat adott, tehát nem kellett külön vendég után menni, hanem ahogy mostanában később megismertük a szervezett üdültetést, mi már akkor szervezett üdültetést csináltunk. 48-ba kezdtük, 48-ban jöttek először, és 49-ben is. Már a háború meggátolt az ilyen nagyobb létesítményeknek a működését, mert a harcok során részben megrongálódtak, de a nagyobb baj az volt, hogy a berendezésüket széthorták, és üresen ott maradtak. Így a Gambrinus is.
Tehát mindent újra kellett kezdeni a háború után, a harcok elülése után, de tulajdonképpen 1946 lett az, amikor itt vendégforgalomról beszélhetünk. Mert 1945-ben a fürdőt a szovjet hadsereg igénybe vette, és még a helybeliek se látogathatták, nemhogy idegenek. Ebben az időben, tehát 46-47-ben már a nagyobb vállalatok is érdeklődtek Hajdúszoboszlói iránt. Így például a különböző bányász egyesületek, illetve szakszervezetek, mert akkor már a szakszervezet vette át a korábbi egyesületek helyett, amiket feloszlattak a vezető szerepet. Azután különböző budapesti nagyobb gyárak, már államosított gyárak akkor. Úgyhogy a vendégforgalom 1947-48-ban nagy mértékben fellendült. De ezeknél a családi vállalkozásoknál is, mert ez a néhány nagyobb helyiség ugye nem tudott a beutalt vendégeknek elegendő helyet biztosítani, ezért aztán ezek a szakszervezetek itt béreltek egy vagy több lakóházat is, és a saját beutaltjaikat oda küldték, mert akkor mindenki szakszervezeti beutalóval jött, vagy majdnem mindenki. Úgyhogy vagy két esztendeig aztán virágzott is ez a beutalásos rendszer, bár azt meg kell mondani, hogy az állam, nem is a város annyira, hanem az állam, a bevételre hamarosan rátette a kezét, olyan nagy adókat vetettek ki ezekre a bérbeadott lakásokra, hogy túl sok haszon nem nagyon maradt rajta. 45-ben az infláció ugye óriási volt, és akkor hát úgy ment ugye, hogy a vendégeknek egy aranygyűrű, egy aranylánc, egy nem tudom mi, tehát az arany volt az érték, és akkor még az volt a szerencse, mert a Lia néném államosítás után ugye éveken keresztül hát az aranyakat adogatta el, majd amikor ugye a forintot bevezették, akkor utána ismét megkötötték a szerződést, és ez végig államosításig meg is volt. Nem hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy 30 emberre vagy 40-re, nem tudom mennyire, az biztos, hogy 1940-ben a nagynéném hitelt vett fel, és még 6 szobát, meg konyhát, spájzt toldatott az eredeti épülethez, mert már előzően a nagy verandából ugye már 2 szobát csinált, úgyhogy a végén 16 szoba lett, és hát ugye ott nem tudom, hogy mind le volt kötve, vagy az biztos, hogy olyan volt fenntartva szoba, mert olyanok, mint Karádi Katalin, Perényi László, Szilasi László, akik annak idején elismert művészek voltak, hogy étkezni mindig oda járt, a Karádi Katalin ott is lakott, Ajtai Andor, hát akkor Hajdúszoboszlón Bélteki Lajos volt a lelkész, és ő neki volt a Ajtainak az édesapja barátja, és így Ajtai Andor Béltekiéknél lakott bent a parókián, de oda járt étkezni. És én ugye olyan büszke és olyan boldog voltam, ugye, hogy Ajtai Andor. Én már akkor a bíróságon dolgoztam, mert 42-től mentem a bíróságra dolgozni, és amíg meg nem szüntették a bíróságot Szoboszlón, addig én ott is dolgoztam. A Gambrinus tulajdonosai Pesten vészelték át a háborút, és amikor visszatértek, mindent siralmas állapotban találtak.
A bútorokat széthordták, de Nánási Lajos rendőri segítséggel körbejárta a várost, és 10 szobára való eredeti berendezést sikerült visszaszereznie. Ez kevés volt az újrakezdéshez, így 1946-ban hitelt vettek föl. Míg nem jött ki a forint, a hátsó épületben méricskélték az aranyat, ezzel fizettek a tehetősebb vendégek. Az éttermet bérbeadták, 48 nyarán befejezték a szezont, s ahogy azt 10 éve mindig tették, ősszel visszaköltöztek debreceni lakásukba. Említést érdemel, hogy a háború előtt több zsidó család vásárolt telket, épített villát a városban. Közülük kevesen tértek vissza, s akik megmenekültek, azok is inkább elköltöztek. Eladó házukra még en nehéz időkben is találtak vevőt, hiszen minden jel arra mutatott, újra 1948-49-ben laktunk ebben a házban, a Deák Ferenc utca 3 szám alatt. Akkor ezt a házat Mária laknak nevezték, és a szüleim Szikszóról jöttek ide. Édesanyám a szikszói házat eladta, és fantáziát láttak abban, hogy Hajdúszoboszlón egy panziót létesítsenek, és megvették ezt a házat. Külsőleg sem így nézett ki, ahogy most, mert ez a sarki rész, ami most ablak látható, itt egy bejárat volt 2 szárnyú ajtóval, és azt hiszem, hogy 3 vagy 4 lépcső vitt fel az étterembe, rögtön az étterembe nyílt a bejárat. Elég jó vendégkörük voltak a szüleimnek. Hát tulajdonképpen aki megtehette, hogy gyógykúrára eljön, az már fel is kereshette a gyógyfürdőhöz közel lévő étkezdét, ahol 1-2 éjszakát vagy annyit, amennyit meg is alhatott, és nagyon szerettek ide jönni, mert hát most 2 év távlatában azt nem mondhatom, hogy visszajáróak voltak, de voltak olyanok, akik egy nyáron eljöttek többször, mert jól érezték magukat, finom volt a menü, amit itt tettek, és hát tulajdonképpen egész évben üzemelt ez, télen-nyáron, mert hát mindenki kezeltetni akarta magát, főleg olyanok, akik nyáron nem értek rá eljönni. Télen eljöttek, és itt fűtési lehetőség volt, és minden igényt megpróbáltak a szüleim kielégíteni. Ezt a vállalkozást, hogy így mondjam mai kifejezéssel, a család, vagyis a szüleim ezt családi vállalkozásba gondolták. A édesapám intézte a üzleti ügyeket, aztán a beszerzéseket. Az anyukám is tulajdonképpen besegített neki a beszerzéseknél. A nagymamám, ő a konyhán segített be, és mind mi gyerekek is, hát nem mindig a legjobb helyen ott tébláboltunk, de olyan, hogy a felszolgálásban mi is tudtunk segíteni, mert a legidősebb nővérem, ő már konkrétan részt tudott venni a felszolgálásban, mert ő már nagyobb volt, a középső nővérem is valamennyit. Hát ugye a takarításokban mi is besegítettünk, de mindezek mellé még 7 alkalmazottat fel kellett venni ahhoz, hogy el tudjuk maradéktalanul látni a vendégszobáknak a rendbentartását, illetve a felszolgálást. De hát a 7 alkalmazott az felszolgált is és takarított is, tulajdonképpen mindenki csinált mindent. A formálódó új hatalom megteremtette az új érdekvédelmet is, és ebből a szoboszlóiak sem maradhattak ki. Tehát úgy nézett ki, hogy a sorsunk rendeződik, nem beszélve arról, hogy akkor már szakszervezeti tagok is voltunk, mert bármilyen csodálatosan is hangzik, panziósok szakszervezete megalakult, és Kiséknél az Arany János utca sarkán van egy ilyen kicsi ház, még most is ott van,
ott volt a panziók, és ő volt a vezető, és oda jártunk mindenféle, hogy úgy mondjam, törvényes utasításokat megkapva, úgy élni, hogy megfeleljünk a követelményeknek. Hát a kezembe egy hajdúszoboszlói szállásadók és kifőzdék szabad szakszervezetének a szakszervezeti igazolványa van. Hát a vendégtartókat 1946-ban egy ilyen úgymond szakszervezetbe tömörítették, és ez ennek az igazolványa, ez az édesapám nevére van kiállítva. Érdekessége, hogy 1946. január 1-ével kezdődik a tagság, és havonta 2 tojás volt a tagdíj. Ugyanis a pénznek semmi értéke nem volt, azokkal a milliárdokkal, amiket akkor nyomtak, semmit se lehetett kezdeni, mert reggel még 1 milliárdot ért estére, vagy másnapra meg már egy felet sem. Úgyhogy a szakszervezet is tojásba. Az egy értékálló valuta volt a tojás, szedte a tagsági díjat. Hát ez 46-47-ben, azután, amíg a forint be nem jött, így ment, utána meg ezeket a épületeket ugye igénybe vették, államosították, megnehezítették a egyéni vendégtartást, és akkor ezek a szakszervezetek, meg különböző egyesületek hát megszűntek. Előtte azonban megszűntek a magántulajdonban lévő bankok, gyárak, üzemek. Így Szoboszlón államosították a gőzmalmot, a gyógyvízpalackozót és a földgázüzemet. És 49 elején a Gambrinuszt is. Nánásiék debreceni lakásában csengett egy télvégi napon a telefon, s a vonal túlsó végén lévő hang közölte, itt a hajdúszoboszlói Gambrinusz vállalat vezetője beszél. Az államosítás teljesen felkészületlenül érte a családot. Nánási Lajosné néhány nap múlva idegösszeomlást kapott, hónapokig kórházban kezelték. Jellemző a korra, hogy férjét pár hónapig még megtartották, hiszen a vendégek már előző évben lefoglalták a szállást, s nála megbízható portást úgy vélték a hatóságok úgysem találnának. Aztán már erre sem volt jó. 49. augusztusában közölték vele, tovább semmi keresnivalója a szállodában, az ügyeket egy fiatal pesti pár vette át. Közben megkapták a kitelepítési határozatot is. Végül az asszony kritikus egészségi állapota miatt nem kellett elhagyniuk debreceni lakásukat, csak a Gambrinuszt vesztették el mindenestül örökre. A feleség lassan felgyógyult, amiük maradt, mindent eladtak, munkájuk nem volt. Évek múltán a férj, a kiváló szakember a püspökladányi, majd a szolnoki restibe került, és 1970-ben halt meg. Felesége kávéfőzőnőként dolgozott, s több mint 90 évesen ma is él. Idősebb lányuk a vendéglátásban helyezkedett el. Előbb Pesten, majd a legendás debreceni Óbesterben és a Hortobágyi csárdában, utóbbiakban vezetőként. A Gambrinuszt azonban több mint fél évszázada megszűnt számára. Persze mindenre emlékszik. Az édesanyja által vezetett bordó színű Opel Olimpiára épp úgy, mint a debreceni aranyifjak autóira, akik kedvéért, hogy ne a sárban parkoljanak, alispáni segédlettel leburkolták az utat, és Rásó Istvánról el is nevezték. Az elegáns vendégekre, akiket születés és névnapjukon már akkor virágcsokorral köszöntöttek. Köztük hírességekre, mint Dajka Margit, Szilasi László, Szörényi Éva. A több mint 50 alkalmazottra, a híres Holéci zenekarra, a tervekre, hogy üvegtetővel összekötik a két épületet, s a pompás rózsatövekre, melyet édesapja ültetett. Az épület ma pocsék állapotban van. Többször cserélt gazdát az elmúlt fél évszázad során, s a 70-es évektől végképp nem volt olyan fontos tulajdonosainak. Elvesztette rangját, nem volt többé az egyetlen, az első és előkelő. Már a nevétől is megfosztották. A sárga kékre mázolt házon csak ez olvasható, diszkó, s ez sem sokáig. 2001-ben újra gazdát cserélt. Gazdát?
új tulajdonosai lebontatják, helyére építkezni fognak, a Gambrinuszt elsodorja az idő. Nem csak igazi tulajdonosainak lett méltatlan a sorsa, hanem magának az épületnek is. Az biztos, a szobosztújak nem felejtik el, de megőrzéséért, megmentéséért nem történik semmi. A Gambrinusz tehát első lett az államosításban is, és mivel sokkal jelentősebb volt a kis panzióknál, azok tulajdonosai még egy darabig áltathatták magukat, velük ez nem történhet meg. Égből ért villámcsapás jelentkezett, amikor 1949. június végén egyik napról a másikra ezekhez az üdülőkhöz, illetőleg nagy részükhöz vállalatvezetőt rendelt ki a Népjóléti Minisztérium, és ami egyet jelentett ezeknek az üdülőknek az államosításával. Az államosítás is elég körülményesen zajlott le, mert egy reggel a fürdő akkori igazgatóját, Kurdics Kálmannét értekezletre felrendelt a Népjóléti Minisztérium, amelyik főhatósága volt a fürdőnek, értekezletre. Az igazgatónő éjjel érkezett haza a városba, és magával hozott 19 olyan rendelkezést, amelyik azt tartalmazta, hogy Kurdics Kálmán igazgatónőt az egyes üdülőkhöz vállalatvezetőként kirendelték, ami egyet jelent az állami tulajdonba vétellel. Az igazgatónő utasítás alapján a beutaltakat elhelyező szálláshelyekre ment, ott a beutaltak közül két férfi megbízhatónak ítélt szemét felkért, hogy ezt a vállalatvezetői kirendelésről szóló okmányt adja át a szállásadónak, és egyúttal készítsenek leltárt az ott talált valamennyi berendezési tárgyról, és egyúttal hívják fel a tulajdonost, hogy a további időkben a rendelkezési joguk megszűnt. Ugyan hallottunk arról, hogy hiszen rádió is mondta, újságok is hozták, hogy a 100 fölötti üzemeket, vállalatokat államosítják, de mi soha nem gondoltunk arra, hogy ez velünk is megtörténhet, hiszen mi hol voltunk a 100 főtől. De ebben sajnos csalódnunk kellett. 1949. június 29-én reggel 9 órakor ugyanilyen gyönyörűen sütött a nap, mint most. Négy férfi jött be a házba, és keresték apámat. Amikor pedig megtalálták, egy papírt adtak át neki, majd azt mondták, hogy menjünk ki az udvarra, és ott körülbelül, ahol most az a virágágyás van abban szembe, azt mondták, hogy üljünk le, én, anyám és apám, és maradjunk ott. Hát mi ott maradtunk. Leültünk, és ott maradtunk. És ők elkezdtek leltározni. Végigmentek az egész lakáson, és amit találtak, hát nem mondom, hogy kellő alapossággal, mert azt éppen nem mondhatom, de mindent feleltároztak, még a készpénz is, ami pénztárcájában volt még azt is, mert hát nem raktuk el, hanem én volt, mit tudom én, valami szekrény tetején, vagy asztalon. Kihúzták a fiókokat, a komódot, tehát mindent szétszórtak belőle, és mindent felírtak. Ez körülbelül egy jó óra hosszába telt, amikor kijöttek, és azt mondták, hogy államosítva van minden, és itt semmi sem a miénk. Hát el lehet képzelni, hogy az idős szüleim mennyire meg voltak döbbenve. Én is, de ők, akik egész életükön át azért dolgoztak, hogy öregségükre, nyugodtságuk legyen és békéjük. És az, hogy kizsákmányolók voltak, ezt, mert hiszen természetesen megkaptuk ezt a jelzőt, hogy kizsákmányolók voltak.
pedig ugyanúgy kezdték, mint sok mai szállodavezető, apám is pincér volt, majd később főpincér. Az első világháborúban, amikor katona volt, anyu elvállalta a főpincérséget apám helyett, és dolgozott. Majd mikor visszajött és lehetett vállalkozni, akkor megpróbálta ezeket a vasúti éttermeket, amelyik hát az egyik legelegánsabb és legjobban működő éttermek voltak, és mivel olyan ember volt, akivel maximálisan meg lehetett bízni, és rá lehetett bízni egy ilyen hatalmas üzletnek a vezetését, bérlését, azért kapta meg. Nem mondható kizsákmányoló volt, mert olyan emberek dolgoztak nálunk, akik évtizedig voltak ott pincérek, főpincér Laci bácsi, vagy a többi pincérek, akik családot neveltek, két-három gyereket, és szépen megéltek belőle, tehát nem érezték úgy, hogy mi kizsákmányolók lettünk volna. De megkaptuk ezt a címzést, és sajnos ez lett a vége a munkájuk eredménye. 1949-ben még itt maradhattunk télen, de 50 tavaszán el kellett hagyni a házat. Nem kaptunk érte semmit, és olyan szerencsétlenek voltunk, hogy úgy mondjam, még a saját hálószobánkat is elvették. Én már nem emlékszem, hogy melyik minisztériumban kellett beadni a kérvényünket, nem tudom pontosan, hogy melyik minisztériumban, és végül megkaptuk a hálószobánkat, mint bútort, amit elvihettünk magunkkal, mert különben az se lett volna, hogy hova hajtsuk le a fejünket. Az államosítása, hát ugye az, mint a derült égből a villámcsapás, ugye az olyan volt, mert ezt olyan titkosan tudták csinálni, hogy erről senki az ég egy világon, ugye nem szűrődött ki semmi. Hát el nem felejtem azt a napot, hogy én a legnagyobbik lányommal, akkor még csak Noémi volt, mert 48-ban született, és ő vele voltam kint a strandon, és egyszer hallom, hogy kiabálnak befele a medencébe a férjem, hogy gyere azonnal. Nem tudtam elképzelni, hogy mi van, azt mondja, képzeld el, hogy elvették a házat. Mondom, mit csináltak? Azt mondja, megjelent egy bizottság, azt mondja, az ég egy világon mindent lefoglaltak, hozták a gondnokot magukkal, és azt mondja, azonnal el kell hagyni a házat, csak a személyes dolgokat lehet elhozni. Ugye a szokás az volt, hogy télen meg kora tavasszal, már ugye mázsaszámra a liszt, a cukor, nagy bödönökbe a zsír, akkor mindenféle kompótok, savanyúságok, minden az ég egy világon, ugye a szezonra felkészülve fel volt minden halmozva. És ugye akkor még csak ha jól emlékszem, a gyárakat meg a bankokat államosították 49-ben, és mi beleestünk ebbe az államosításba, hát állítólag ugye volt benne valami személyi bosszú, pedig olyan dolog volt, hogy például akik cselédek voltak, volt olyan, aki, nem akarok neveket nevezni, ma is ismertek Hajdúszoboszlón, vagy legalábbis a gyermekeik, hogy annak a családnak egy-két lánya, végig éveken keresztül felszolgáló volt, szobalány volt, és mint a családtagok olyanok voltak. Mert ugye amikor a ebédelésnek vége volt, ugye a rengeteg ember le lett ebédeltetve, akkor az volt a szokás, hogy a lugasban egy nagy asztalhoz a személyzettel együtt összeült a család. Tehát nem volt egy olyan, hogy ja, mert én a tulajdonos vagyok, akkor én ugye nem ülhetek le együtt azzal, aki felszolgál, mert annyira szólt családias volt. Hát az egész panzió ugye családias volt. A családban 4 ház volt. A 34 szám alatt ez a családi ház, ami 16 szobás lett, a szomszédban a Jóska bátyámnak volt háza a 32 szám alatt, a 30 szám alatt az Eszter nevű keresztanyámnak, és 12 szám alatt meg Lós Andrásnénak, akinek a fia lelkész lett.
Tehát volt négy családi ház a Szélfák alján, és a 30 szám alatt lakó keresztanyámék, a B. Nagy Károlyék, akiknek négy szobás volt a lakásuk, ők adtak menedéket. Mert tulajdonképpen akkor már csak Lia néném, aki a panzióipart kiváltotta, ő lakott, ő az egyedülálló volt, meg Csanádi Pistáik, tehát a legfiatalabb nagynéném Vilike, ők laktak bent a családi házban, hát ugye nekik ugye természetes, hogy ott nem tudom, 24 óra alatt, tehát csak a személyes holmiaikat lehetett elhozni, és minden ugye ott maradt, hát mindent elvettek. Szóval borzalmas idők voltak. A szerencse mondjuk az volt Vilikéjéknél, hogy Vilikének a férje dolgozott, és Vilikét felvették a Gambrinusba egy idő után dolgozni, de Lia néném az nem tudott elhelyezkedni. A szegény éveken keresztül csak amit összegyűjtögetett ékszerekben, abból élt. Utána ugye, amit már mondtam, az 56-os események után ugye rendőri felügyelet alá került. Akkor beírták ugye, hogy munkakerülő, mintha csak ő lett volna az oka, hogy nem dolgozhat, úgyhogy nagyon meg volt szegény bélyegezve. Állandóan az amerikaiakat várta. Az én ismereteim szerint mindazokat az épületeket, amelyek engedély alapján, tehát vendégtartói engedéllyel működtek, ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy az öt szobánál nagyobb bérbe adott helyiségeket, illetve épületeket államosították. Ez aztán megpecsételte a vendégtartás családi vállalkozását. Elmondanám, mert azt jól tudom, hogy a mellettünk lévő épületben az 1940-es években, az egy puszta telek volt akkor még, egy Pest környéki házaspár épített. Azzal a céllal, hogy vendéget tartanak, és mivel a férfi Kőnik Károlynak hívták, Károly bácsi nekem, akkor még azzal a céllal jött ide, hogy majd valami vendéglátó egységet szervezott. Amikor Szolnokot bombázták az angolok, amerikaiak, ő ott maradt halva. A felesége vészelte át a háborút, és nagy nehezen valahogy aztán mégiscsak meg tudta a vendégtartást indítani, és akkor jött ugye 1949, államosították az épületet. Ez azt jelentette, hogy mindent leltárba vettek, ő magának is el kellett hagyni a házát, úgyhogy egy darabig nem is lakhatott ott, majd valahogy aztán sikerült neki egy mellék helyiségbe ott visszaköltözni, és akkor már ott élte életének a hátralévő szakaszát, mert nem volt már fiatal, akkor sem, mikor Szoboszlóra került, de magát a vendégtartás természetesen nem gyakorolhatta, mert a Doragi bányász kapta meg azt a épületet. Ugyancsak a Doragi bányász élet a tóparti is. Ezek a tulajdonosok hát itt érdektelenné váltak Szoboszlón. Nagy részük ugyanis ezeknek budapesti vagy más helyiségbe való volt. Miután itt elveszítették a tulajdonukat, így már nem kötötte Szoboszlóhoz őket semmi, sőt, a legtöbbüket csak a rossz emlék, és nagy részük nem is járt, vagy jött a későbbiek során azután ide. Ugyanígy ez a sorsa lett a Kovács vendéglőnek is, azt is államosították. Hát Kovács Sándor a tulajdonos,
az még a háború folyamán 1940 körül meghalt, de a fia, aki egy nagyon agilis fiatalember volt, tovább vitte a vendéglőt, de hát miután elvették tőle, ő is nem jött tovább Szoboszlóra. És ezt így lehetne sorolni a későbbiek során is. Aki még tartott vendéget, arra megmondom még egyszer, olyan nagy adót vetettek ki akkor is, hogy hát alig érte meg vendégtartással foglalkozni. 1949-ben a Népjóléti Minisztérium utasítására ezt a házat, gondolom több mással együtt, leállamosították. És akkor én még tulajdonképpen gyerek voltam, túl sokra nem emlékszem, de a szüleim elmondásából tudok olyan dolgokat, hogy itt az udvarra teherautók álltak be, és hát a szüleimet megkérték, hogy pakoljanak ki egy szobába, amire esetleg szükségünk van, és a többit lefoglalták. Elszállították a teherautóval. Az ingóságokat és az alkalmazottakat a hajdúszoboszlói gyógyfürdő, hát akkor nem vállalat volt, hanem ilyen nemzeti vállalat, vagy hogy hívták, és az alkalmazottakat az vette át, az ingóságokat az vette át, mindenféle használati eszközt. Én a szüleimtől úgy tudom, hogy akkor erről semmiféle dokumentumot nem kaptak, se leltárívet, se átvételi elismervényt, de hát a szüleim elég sokat költöztek, és lehet, hogy nem emlékeztek rá, hogy kaptak ilyen papírt, és elkallódott valahol a költözködés után. Eszközökkel, a felszerelésekkel, a ingóságokkal nem annyira, de inkább a használati cikkekkel későbbiekben is találkoztunk a strandvendéglőben. Itt értem evőeszközök alatt ezt a dolgot, a tányérok, kanalak, villák, abroszok, ezekben mind benne volt a szüleimnek a monogramja, és ott találkoztunk vele. Hát én, mint kisgyerek, nem annyira tudtam én ezt felfogni, de a szüleimnek bizonyára nagyon rosszul esett, és kellemetlen hatással volt, lehetett rájuk. Mi teljesen földönfutóak lettünk. A szüleimtől bennünket el akartak venni, hárman voltunk testvérek, és mivel a szüleim munkanélküliek lettek, el akartak venni bennünket állami gondozásba. De hát a nagymamám az elvitt bennünket. Agárdi Mihály fél évszázad távlatából is sorolja a tulajdonosok nevét, s az országos levéltárból származó, az említetteken túl több nevet tartalmazó lista is bizonyítja, mindenkitől mindent elvettek. Molnár János üdülője a szilfák alján, tőle éjszak felé körülbelül olyan 100 méterre a Márton család üdülője, ettől körülbelül 50 méterre az úgynevezett Etelka panzió, majd a Dórózukba a Suba panzió, visszatérve a szilfák aljára a Kovács család panziója, a szilfák alja végén, szilfák alja József Attila sarkán a Csőszféle panzió, és a szilfák alján egy vendéglő, a Vadászkürt vendéglő és szálloda is állami tulajdonban került. A Major utca, Kölcsé utca sarkán a Mária panzió, a Kölcsé utcán a Géza panzió,
és ismét a Major utcán, Major utca, József Attila utcán a tóparti szálloda került akkor állami tulajdonba. A szilfák aljának a páratlan oldalán a Szabadság szálló és étterme, a Arany János utcán a Kis János panziója, az Arany János utca Veselény utca sarkán a Hargita üdülő, a Veselény utcán a Zalányi üdülő, mellett a Soproni üdülő, és körülbelül olyan 300-400 méterre a túlsó oldalon az Ilona panzió, a Budai Nagy Antal utcán a Magyar Ház panzió, a Arany János, a Deák Ferenc utcán a Lacai panzió, és mellette a Boros panzió került ekkor állami tulajdonba. Az államosítás után az államkincstár tulajdonában és a gyógyfürdők kezelésében lévő épületeket hamarosan különböző ágazati szakszervezeteknek vagy vállalatoknak utalták ki. A Márton panzióban lebontásáig az erdészeti dolgozók, Ézsel Gézáék házaiban pedig évtizedeken át a fővárosi szekérfuvarozási vállalat, illetve a budapesti teherfuvarozás. Későbbi nevükön a fősped és főtaxi dolgozói üdültek. Ma az egyik vendéglő, a másik pihenőház. A Gambrinus a többször átalakult Hajdubihar megyei vendéglátóvállalatot szolgálta. Lacaiék házát pedig tanácsi lakásként hasznosították. Hajdúszoboszló 40 év alatt a szervezet üdültetés fellegvára lett, és ennek alapját, míg a 60-as évektől újak nem épültek, e régi panziók jelentették. Még 1991-ben is 15 épületben fogadta a vendégeket az Alföldi Gyógyüdülők Igazgatósága, és ennek kétharmada régi volt. A házak ma a 90-es évek közepének privatizációja révén gazdasági társaságok vagy magánszemélyek tulajdonában vannak. Felújítás előtt vagy után épp úgy fürdőzőket fogadnak, mint régen. Tulajdonosaik többsége nem is ismeri az épület történetét, s valószínűleg a ház építtetőjének sorsát sem. Építtetőik, illetve örököseik a rendszerváltás utáni kárrendezéssel sem kaphatták vissza a még meglévő épületeket. Közelükbe is csak e fél miatt jöttek. Millióik pedig nem voltak, hogy visszavásárolják azokat. Ez persze nem szoboszlói sajátosság, országosan is így volt. Az államosítás után évtizedekig sajnos annak semmiféle reménye nem merült fel, hogy kárpótolják a szüleimet ezért a veszteségért. Édesapám úgy, ahogy talán belenyugodott, Lacai Barnabás, viszont a 90-es évek után, a rendszerváltás után édesanyám megpróbált valamit intézni, benyújtotta a kérelmét a kárrendezési hivatalhoz, viszont elutasították, mert egy olyan szövegű levelet írtak neki, hogy őt kár nem érte ebből az államosításból, és az igénye jogtalan. Hát mi a nővéremmel, Fidler Sándor néval, aki Debrecenben lakik, ebben nem nagyon nyugodtunk bele, és megpróbáltuk ezeket a dolgokat egy kicsit felszínre hozni, és kutattunk a levéltárban, először a Debreceniben, utána kutattunk a földhivatalnál, a budapesti levéltárnál. Tulajdonképpen végül is ez eredményt hozott, de több éves levelezés után, telefonok után sikerült mindezt felszínre hozni, illetve bizonyítékokat szerezni. Nem mindenben tudtunk, mert az alkalmazottak a névsorát is kérték, viszont még a társadalombiztosítást is próbáltuk megkérdezni, de ott nem volt már nem volt, vagy elkallódott, nem tudom. És hát tanukkal próbáltuk volna bizonyítani, hogy alkalmazottak voltak, de azok is már ugye nem éltek, meghaltak.
És hát végül is sikerült ez az igényünk, vagy ez az elképzelésünk, hogy valamennyire kártalanítsanak bennünket. Hát nem is annyira bennünket, hanem legalább az édesanyámat. De ő sajnos ezt már nem érhette meg, mert 95-ben meghalt, és ez az egész tortúra 95-ben záródott le, amikor már az anyukám nem élt. És hát tulajdonképpen kárpótoltak bennünket, de ez egy töredéke volt annak, amit elvettek tőlünk. Ezt a diófát még nagyanyám ültette, mert élni kell. Abban az utcában, ahol a házai álltak, s ahol már nem emlékeznek rá. A film nagyapám, Ézsel Géza és felesége, s mindazok emlékére készült, akik hasonló sorsra jutottak. Hajdú Szoboszló az itt lakóknak gyökereket, szülőváros, családot, gyermekéveket, életteret, s hosszan lehetne sorolni még, mi mindent jelent. Az ideérkezőknek mindenek előtt a gyógyvizéről híres fürdővárost. Azt a várost, ahol nem sokkal Trianon után találták meg a gyógyvizet, ahol nyoma sem volt a monarchia idején több településre is jellemző, virágzó magyar fürdőkultúrának, ahol a 30-as években a nagy gazdasági válság után szinte a semmiből kellett fürdőt építeni. Mi minden történt 75 év alatt, még felsorolni is nehéz, nemhogy részletezni, de a város és a fürdő vezetése a legfontosabbnak mindig azt tartotta, hogy a természet adta kincsel jól gazdálkodjon. Ehhez persze régen és ma kormányzati segítségen túl még oly sok minden szükséges. Itt szakemberek, akik megbecsülik a vendéget. Szoboszlón a hőskorban és ma is vannak ilyen emberek. A vendéglátás családi vállalkozásokkal indult. Ez a folyamat idővel megtorpant. Erről szólt filmünk első része, de napjainkra ismét szép példái vannak ennek. Voltak jól működő szálláshelyek és panziók is, ahol a szállás mellett étkezést is biztosítottak. Az államosítást követően persze megváltozott a helyzet. Nagyon sokáig ugye kereste a helyét egyáltalán a szakma, tehát igazából az igény sem jelentkezhetett a szakma nyújtott a szolgáltatások iránt. Majd a konszolidálódás éveiben azért egyre inkább előtérbe került. És akkor is voltak Hajdúszoboszlón kifőzdék, étkezdék, akik közül még azért ma is van, aki működik szerencsére. És az ott elkészített ételek, az ott nyújtott szolgáltatás, az bizony nagyon sok embert vonzott, nem csak a városban, hanem a városba érkező vendégek köréből is. Ebben az időben természetesen a tulajdon és a szakmai munka az ketté vált, hiszen a meghatározó az állami vagy szövetkezeti tulajdon volt, ami elválasztotta a döntéshozatalt a szakmai munkától. Ebben az időben is voltak nagyon jó vendéglátósok, jó pincérek, jó szakácsok, jó portások, szállásadók. A fizető vendéglátásban tulajdonképpen azért csirájában a magán vendéglátás vagy turizmus volt fellelhető,
És talán nem véletlen az, hogy azért Hajdúszoboszlón ezekben az években is nagyon sok vendég fordult meg, és nagyon sokan jól érezték magukat ezekben a házakban vagy vendéglőkben. Nyilvánvalóan ott hátrányba került a szakma, hogy a fejlődés, a fejlesztés, az új igényekre való rámozdulás, az egy központi hatalom, egy központi döntésnek volt a függvénye, és ez bizony nem mindig esett egybe azzal, amit az adott üzletnek a kollektívája, a vezetése szeretett volna megcsinálni. A 80-as években, amikor a szakma egy változáson ment keresztül, hiszen jöttek a szerződéses üzletek, aztán a különböző féle formái a majdnem vállalkozásnak már, akkor már nagyobb volt a lehetőség, hiszen akkor, aki egy kicsit puszt érzett magában, és a lehetőség is megadatott, azok már majdnem vállalkozói alapon csinálták. Természetesen itt sem számított igazából az, hogy most ki a tulajdonos, mert a vendéget ez soha nem igazából érdekli. Egy dolog érdekli, az, hogy jót kaptam, jó áron, az én kívánalmamnak megfelelően, vagy rosszat. Ha az előző teljesült, akkor egy jó vendéglátást regisztrál, ha nem, akkor teljesen független attól, hogy azt kiműködteti, vagy kitulajdonolja, akkor az akkor is rossz. De miután a lehetőség már megadatott arra, hogy a döntés is közelebb került a szakmához, ekkor kezdtek kifejlődni azok az éttermek, vendéglők, presszók, és aztán már szálláshelyek is, még az elején ugye csak panzió formában, illetve a fizető vendéglátás formájában, akik érezték azt, hogy mit kíván a kor, mit kíván a változó vendég, és ezt már igyekeztek megvalósítani, szebbé tették. Ha ezt családi formában tették, és azért ez volt a jellemző, akkor volt igazi, mert akkor az egész család érezte ennek a nehézségeit is, de érezte a hasznát is, és nagyon könnyű volt a döntés, mert egy családi ebéd vagy vacsora közben, vagy éppen a közös mosogatás alkalmával meg lehetett beszélni a dolgokat, és tovább lehetett lépni. Pincz és Károly egyike azoknak, akik időben tovább léptek. Közel 40 éve űzi a vendéglátós szakmát, de csak az utóbbi 10 évben a maga ura. Végigjárta a ranglétrát, mielőtt saját üzletet teremthetett. Igaz, még az állami szektorban dolgozott, akkor is a legjobbra törekedett. 78-ban a Magyaros Étteremben lettem üzletvezető. A Magyaros Étterem nagyon jó hírű nevű volt akkor a városban. Szerették a belföldi és a külföldi vendégek is. 1979-ben még elvégeztem a szottvezető képző főiskolát is, ahol főiskolai végzettséget szereztem. Feleségem közben három gyermekünk született. A kisebbik fiunk, mikor három éves lett, akkor a feleségem is vendéglátóiparban kezdett el dolgozni, és a akkori Szott 10-es presszóba helyezkedett el 1989-ben, és 89 őszén én is ide kerültem a Szott 10-es presszóba. Itt hallottuk meg azt a dolgot, hogy a Szott 10-es étteremnek a részeit kiadják, megpályáztuk egy résznek a béleti jogát, és ezt sikerült is megszereznünk. A Szott-10-es, a zenengei helyen, ahol vagyunk, a Szott-10-es presszó üzemelt korábban. Első feladatunk az volt, hogy mivel melegkonyhás vendéglátós voltam, hogy a Szott-10-es presszóból egy szép ételmet csináljunk. Először Spartan Söröző néven üzemeltünk, 3-4 évig, és ekkor jutottunk el odáig, hogy ebből a sörözőből egy szép ételmet alakítsunk ki.
a családi összejövetel során arra határoztunk, hogy egy csárda nevű ételmet fogunk ezen a helyen kialakítani, és telepítettünk egy kemencét, és a kemencé az volt az elképzelés, ha már kemencét építünk, akkor olyan legyen a kemence, hogy funkcionál is. És a vendégek előtt azóta ebbe a kemencébe sütünk, főzünk, kemencébe sütünk kenyelángost, malac kacsasültet és egyéb más házias ételeket. Ekkor, amikor csárdával alakítottuk, szakmai úton is elindultunk, és megpályáztuk a Vérnöki Táblás ház címet, amelyet az első évben meg is nyertünk. Azóta is Vérnöki Táblás házként üzemelünk a vendégek megelégedésére. A csárda állandóan szépült, épült, minden évben fejlesztettük, amit haszon kerekedett az éves bevételünkből, az minden évben visszafordítottak a csárdára, és ilyen állapotba került, amit ilyen most látom. Nagyon szeretik itt a külföldi, belföldi vendégek is, keresik, szeretik, és meg is becsülnek bennünket, ezért szeretik mi dolgozni, szeretjük a vendégeket, vendégcentrikus a család. Szakmai úton is fejlettünk, saját étkészletünk van, ami saját emblémák van beépítve. Van szórólapjaink vannak, ami három nyelven jelenik meg, magyarul, lengyelül és németül. Szoboszló főutcájáról eltűntek a régi épületek, ezért is figyelemre méltó a kemencés csárda, melynek külső-belső kialakítása a múltat idézi. Gazdái egyike azon családoknak, akik a hagyományos hajdúsági vendéglátást képviselik a városban. Arra törekszünk, hogy minél jobban meglegyenek elégedve vendégek. Ez a célunk, ez a feladatunk, és ígérjük, hogy a idebetérő vendégek jól érzik magukat. Még meg kell jegyeznem, hogy nagyon jó konyhánk van, jó a kollektíva, van két zenekarunk, van egy citerezenekar és van egy szalonzenekar. A citerezenekar hétfőn és pénteken játszik, a szalonzenekar két nap szabad nappal, minden este 6 órától 24 óráig a vendégeket szórakoztatja. Az elért vendéglátós pályafutás mellett szerintem az a legnagyobb családi érték, hogy három nagyfiunk van, és őrájuk mindig számíthatunk a munkába és a segítségbe is, és ők nekünk a legnagyobb elért eredményünk. Amellett van három szép unokánk, akik reméljük, hogy majd ők is a vendéglátásba fognak dolgozni, amit mi megalapoztunk, azt ők tovább viszik. Édesapám, amikor a Barátság üdülőben dolgozott, illetve az Aqua bárba, illetve a Magyaros étteremben, már akkor szívesen vitt minket a magával, és ott ebbe a kis millióbe már akkor is otthonosan mozogtunk. Amit később kicsit kamatoztatni tudtunk majd a későbbiek során. Hát valóban nem vendéglátósnak indult a pályafutásunk, nekünk, mint gyerekeknek, habár már tizenéves fejjel nyári szünetekben, illetve amikor szabadidőnk volt, szabadidőnkből is sokat áldoztunk a munkára, mert édesapánk befogott minket, úgymond, úgyhogy nagyon keményen dolgoztunk már gyerekkorunkban is. Aztán a későbbi ebben a sors úgy hozta, hogy én nem gépész lettem, az öcsém nem építész lett, hanem igenis észrevettük azt, hogy ebben van lehetőség, illetve mi is meg tudjuk teremteni a családi egzisztenciát azáltal, hogyha a vendéglátásban maradunk. Igen kemény munka volt ez, illetve hosszú folyamat. Mi saját bőrünkön tapasztaljuk azt, most milyen vendéglátósnak lenni, kisgyerekek mellett, hogy milyen gyermeket nevelni, illetve milyen otthon tartózkodni egy vendéglátás mellett, mert igen kemény feladat, mert az ember ugye a családtól veszi az időt és minden energiát, és azt a sok szeretetet, amit a vendégnek átad, az a másik oldalon sajnos néha megmutatkozik, de
ezért is tiszteljük a szüleinket azért, hogy együtt tudták tartani a családot, és boldogan élünk, és ilyen szeretetben azóta is együtt vagyunk. Hát büszkék vagyunk arra, hogy édesapám ezt megteremtette, ezt a kemencés csárdát, amiben mi is valóban tevékenyen részt vettünk, de főleg anya. Hát a külső dizájnban tudtunk segíteni, később teljesen itt dolgoztunk, tehát 90-es évektől, amikor indult a régi spátensőrűző, amivel felszolgálóként itt dolgoztunk. Később segítettek abban, hogy teljesen saját üzletünk legyen. Nekem a strandfürdő területén először közösen béreltünk egy helyet, utána teljesen a én vezetésem alá került. Én, amit rengeteget tanultam az édesapámtól, amit én most kamatoztatni tudok, úgyhogy ezért is hálás lehetek neki. Az öcsém, hát ahogy Robi most elindult a jogi úton, reméljük majd úgyis képviselni tudja majd a családot. Csabi pénzvilágába merült bele sikeresen, úgyhogy én azt hiszem, hogy boldog családi életet élünk, és valóban létezik vendéglátós dinasztia, én úgy érzem, ezt édesapám kezdte el nálunk, és úgy érzem, hogy megfelelően tudjuk folytatni, legalábbis ebben reménykedünk. Pincésék most panziót is építenek. Három fiúk közül egy biztosan a szakmában marad, s talán az unokák is. Így gondolkodnak a katona fivérek is. Ők öten vannak testvérek, köztük egy lány, aki viszont nem él Szoboszlón. A többieknek a példa a pályaválasztásban a legidősebb fiú volt. Inkább a szegénység jellemezte a mi családunkat. Lakásunk sajnos az nem volt. Inkább úgy fejezem, hogy ilyen családoknál voltunk elhelyezve. Tehát majdnem, hogy albér lett. Eléggé nehéz körülmények között házigazda mellett kellett nevelkedni, aki szintén még a kapuba se akart. Kapun se akart bennünket beengedni. Végül és legidősebb gyerek, ugye én nagyon hamar szerettem volna ezen javítani, hogy változtatni, és megpróbáltam egy olyan munkahelyet vagy szakmát tanulni, ami azt jelenteni, hogy gyorsan pénzhez jutni, vagy esetleg, hogy jobb körülmények között tudjak élni, vagy tudjunk élni. És a családomban volt egy unokanővérem, aki tulajdonképpen egy cukrászdában volt, mint felszolgáló, és én gyerek létemre ugye bejártam hozzá, hogy meglátogatni, de jobban azért, hogy kapjak tőle egy kis valami kis némi apró pénzt. És olyan jól esett nekem, és megmaradt bennem, na akkor én biztos, hogy felszolgáló leszek, vagy hasonló ilyen szakmára fogok elhelyezkedni, ahol tulajdonképpen a borra való, mint vendéglátás, ez nekem esetleg jobban fordítja majd az életemet. Hát hál' Istennek el is tudtam helyezkedni az iskola, általános iskola után, mint felszolgáló tanuló. Itt Hajdúszoboszlón, a Gaminus szállodába. Hát megmondom őszintén, nem volt könnyű. Heten voltunk, mint tanulók. Ugye abban voltak jobb módúak, meg rosszabb módúak. Hát tényleg vigyázni kellett arra, hogy az ember hogy viselkedjen. Akinek esetleg jobb volt a sora, az ki volt az étterembe, aki meg olyan volt, akkor azt behelyezték hátra a konyhába, vagy a raktába kellett dolgozni. Nekem meg alatt van a fő cél, minél hamarabb kikerüljek az étterembe, hogy esetleg egy pár forintot kapjak a vendégtől. Hál' Istennek a munkám után úgy érzem, hogy észrevették a tudásomat, vagy a rátermettségemet. Hamar kikerültem, és már annyiból volt jó ez, hogy nem kell otthonról pénzt kérni, hogy megyek iskolába, és akkor esetleg kiflőre vagy kakóra valót, már meg tudtam keresni, amikor felszolgáltam, vagy ki tudtam vendéghez jutni. Ahogy az iskolát elvégeztem, a testvéreim még ott volt mellettem négy, aki tulajdonképpen szintén abban nevelkedett föl, ugye, hogy nem volt olyan kellemes a ők helyzetük sem velem együtt. Közben jött egy olyan probléma, hogy a szüleink elváltak. Én akkor voltam 14 éves, és hát valamilyen formában úgy éreztem, hogy át kell venni az apa szerepét.
én, mint második rangidős, ugye én is elég sokat tapasztaltam a szülői ház körül, hogy milyen nehezen ment akkor, és hogy Feri mennyit segített ugye a többi testvérnek. Hát egymást vittük az óvodába, bölcsődébe, tehát ezek mindennapos dolgok volt. Anya elment már 5 órakor hajnalban dolgozni, és akkor a nagyobbik fiú vitte a kisebbeket az óvodába. Aztán hát én is általános iskola elvégzése után, ugye Feri volt a rangidős, akkor én láttam, hogy a vendéglátás szakmára pályázott, és szerintem jól ment neki, mert nagyon szerették tudni, Feriről tudni kell, nagyon jó hangulatú és nagyon vendégszerető. Hát a placon, hogyha ő megjelent, akkor őt szerették a vendégek, ő is szerette a vendéget. És így hát elég jó keresett, jó borovalója volt, megdíjazták a vendégek. És ami érdekes volt a családban, hogy a kisebb gyerekek voltál olyan, hogy fejlődnek már akkor volt plusz pénze, stb. És akkor meg kell dolgozni egy kicsit a pénzért, és Ferinek segítették a ruháját előkészíteni, vagy cipőjét előkészíteni, ingét előkészíteni, vasalni. Hát ilyen kis díjazások voltak, és akkor a többi gyerek ugye nagyon szívesen csinálta, és meglátta, hogy ez egy működő dolog. És akkor hát ő a vendéglátás pályát ugye választotta, és a magyaros étteremben dolgozott. Utána több étteremben, a Halász-szigeten, a gyógyfürdőbe, és ezt a többi gyerek természetesen látta. Én attól függetlenül személy szerint nem pontosan erre a pályára készültem az elején, mert édesanyám gondolt, talán mert én csendesebb természetű vagyok felint, tehát egy más természetű, egy tehát szakmára adott édesanyám, hogy meg pénzt keresett, és fontos lett volna, hogy valaki szintén egy szakmával rendelkezzen, és így kerültem a Tigászhoz, annak idején egy gázkészülésszerelő szakmát, és végeztem jó eredménnyel természetesen. De nem mentek úgy a dolgok az iskola elvégzése után, ahogy szerettem volna. És akkor egy barátomnak a javaslatára, amit el voltam keresedve annak idején, akkor azt javasolta, hogy menjek ki talán Németországba, és próbálj szerencsét, biztosan nem veszítesz vele, legalább nyelvet tanulsz, szakmát tanulsz, meg ami az emberben benne van az. Feri bátyám nagyon ellene volt, de hát végül is rajtam múlt, ugye, hogy mi lesz belőle. Így aztán letöltöttem végül is 3 évet Németországban. Ott is szereztem szakmát, mint elektroműszerész, meg elektrotechnikus, német nyelven. Tehát esti iskolába jártam. És persze, amikor hazajöttem, akkor ez megfűtötte az egész pályámat, mert elkezdtem az éjszakai műszakot, vagy éjszakai foltáskodást a déli bábszállodában, a Feri bátyámnak a segítségével, meg annak idején a Hukocil volt a szállodának az igazgatója. És akkor úgy kezdtem ezt a szakmát, az éjszakai foltásként, és akkor lassan a vendéglátásra, beletanulásra, érettségi, vendéglátásra, érettségi szakközépiskola. És az évek folyamán úgy jutottam előre, mindig évről évre. A szigeti halászcsárába kezdtem annak idején a szakmát, ugye? A Feri bátyám ugye ott dolgozott, mint ugye felszolgáló, és egy külön placca volt neki, és ott kezdtem a kenyeret árulni, tehát mint segítettem neki, és akkor ugye fillérekért, 10 fillére vagy 15, nem is tudom, 20 fillére volt egy szelet kenyér, és akkor azt árultam a kenyeret, és ezzel kezdett az én vendéglátós szakmám. Na most ez pontosan 30 év ezelőtt, mert pontosan tegnap volt a születésnapom, tehát így 44 vagyok ugye most már. Na most a 30 év alatt, hogy mit telt el, hát az elég hosszú felsorolni, de azért utána elvégeztem, tehát a 14 éves kor voltam, hogy a fürdőben az egy nyár volt, csak nyáron dolgoztunk, és utána a szakmát kaptam, olyan, hogy ipari, tehát általános iskola után a szakmunkás képzőt végeztem, mint Debrecenben. Egy nagyon jó tanára volt, és vendéglátó akkor igazgatója, Vég László, ugye, aki nagyon belevette a szakmán, és ugye sokat dolgoztunk annak én a délbászállalába, ugye, és nagyon sok extra és igényes szakmai dolgokat csináltunk, tényleg ilyen terítési versenyeket, nem csak Magyarországon, hanem külföldön is voltunk,
Én igazából szerettem is, és hát jelesen is végeztem, és akkoriban elég jól pénzt is kerestünk, mert aki a vendéglátással foglalkozott, már akkor a szocializmusban is, tehát az jól megélt. Csak ugye nem mindenki tudta azt a pénzt, a keresett pénzt ugye értékelni, illetve félretenni. Hát mi már katonáként szerintem már akkor félretettük a dolgokat, és gondoltunk a jövőre. És hát aztán azt el kell mondanom, hogy egy nagy lökés volt, amikor bevonultam a Digivászállából, illetve hát katonának, mert azt hiszem 6 évet dolgoztam a Digivászállában, onnan bevonultam néphadseregbe, az egy szomorú 22 hónap volt, semmi értelme nem volt. A szakmát is úgymond elfelejtettem, sok pénztől elestem. Aztán a barátságszállában dolgoztam, mint felszolgáló, és onnan, tehát akkor kezdtem építkezni. Annak idején ugye elég nehéz volt, ugye, mert akkor még végeztem párhuzamosan egy vendéglátásból a szakközép iskolát is, és dolgoztam, építkeztem. Családot, ugye megnősültem, 85-ben az első fiam született, ugye most már ma 17 éves, aztán a barátság után szintén velem dolgoztam a Feri bátyámnál, ugye, már akkor az első söröző volt Hajdúszoboszlón, és akkor az nagyon népszerű volt, akkor tetszett, és hát ketten egészen fölvittük nem csak a forgalmat, hanem azt egyáltalán a szakmának csinyár-binyát megmutattuk, hogy is kell is sörözőt csinálni. Mindjárt a rendszerváltás után én tudtam a Beton utcán építeni egy lakást, és alatta egy vendéglátó üzletet, ami tulajdonképpen egy nagyon jó sikerült, egy felkapott hely lett a városba, mint söröző, de közben mint melegkonyha is működött benne. Utána éreztem, hogy a sörözőt kinőttem, kivettem egy üzletet a fürdőbe, a Pezsgő-medence mellett, azt hívják a Kis Betlennek, és ott, mint felszolgálókkal, mint restaurán, tehát mint éttermet nyitottam. A Szilfa vendéglő, az úgy mondom, a sörözőt közben megszüntettem, és a fürdőm mellé, tehát a szezonalás üzlet mellé gondoltam, csak kell egy komolyabb valami étterem a városba, és így béreltem a Szilfa vendéglőt a sarkon, a régi borozót, ami tulajdonképpen, hát úgy mondom, egy kedvelt hely lett a városba. A két középső fiú közül Tibinek is volt kitérő az életében. A 90-es években gyógyszerész feleségével gyógynövényboltot nyitott, majd párja gyógyszertárat. Ő viszont úgy döntött, marad a vendéglátásnál, és ekkor sikerült hozzájutnia ahhoz az épülethez, ahol most beszélgetünk. Lett egy olyan lehetőség, ezt a házat akkor privatizálták, ez úgymond rózsavilla volt még annak idején, és későbbiekben pedig volt ez egy szott üdülő, egy bányászüdülő, ami hát lehanyagolt állapotban volt. Én láttam benne a fantáziát, sokáig meg volt hirdetve, nem kellett senkinek sem. Én úgy gondoltam, hogy ezt megveszem, és azóta is ezt csinálom. Hát most már teljesen megváltozott, nagyobb kapacitású, már csak mindössze 8 szobája volt, meg egy nagy hallja. Most már azért egy modern 60 személyes konyhával rendelkezik, egy szép étteremmel, 23 szobával, minden szoba televízió, tehát teljes komfortos, minivár, telefon, tehát ami a vendégnek kényelme szerint, tehát 3 csillagos katonája belefér, azt mindent megteremtettük. Mindenki megtette azt is a vendéglátásból, hogy vendégszobáztunk, tehát azt tudni kell, hogy 77-ben az édesanyám házától kezdve végig mindig volt fizető vendéglátás, tehát vendégekkel való gondoskodás. És ez így fejlődött odáig, hogy 1997-ben megalapítottam én is egy önálló Kft-t. Először 93-ban először csak egy üdülő telket vettünk, hogy próbáltunk valamit, vendéget tartottunk benne. Aztán még meg sem fordult a fejünkben, hogy ott valamit majd építünk, vagy talán lehet majd valami, de egy pár évre rá mégis kijött a lépés, hogy talán valamit lehet ott kezdeni.
És az ötlet úgy keletkezett annak idején, hogy sokat jártam német csoportokkal a Hortobágyra, meg a környéken. És láttam akkor 91 körül, 92-ben az Epona Hotelt, és nagyon megtetszett a stílusa annak a szállodának, és ez egy debreceni építész tervei alapján készült, ez a Gere Mihály Ibizias építész, aki tervezte. Hát azt hiszem, Kelet-Magyarországon egyetlen négy csillagos szálloda volt akkor, hogy megépült, ami igen, igen színvonalas volt. Tehát jó példának lehet mondani is. És én felkértem azt a tervezőt akkor, hogy mit lehet erre a telekre, a Maja utca, meg a Kölcsét a sarkára építeni, és én megtervezte ezt a házat, ahogy elképzelt ezt 93-ban már. Ők egyenesen kastélyt terveztettek. Ezt a nevet kapta a szálloda, ami két ütemben épült. Mivel nagyobb voltak a költségek, ezt tudtuk előre, aztán turisztikai pályázat. Ezek természetesen nem voltak is dolgok. Most 7 éven keresztül épült meg a szálloda, és most a mai formájában, tehát ahogy most elkészült ma, most mondhatjuk azt, hogy kész van gyakorlatilag. Természetesen a család az a háttérbe állt mindig, mindenkor, nálunk is. A feleségem is 96-tól kezdve ott hagyta a pályáját, és átért ide segíteni, mert nem bírtuk egyedül, természetesen a családnak kell ott lenni. Ami biztató a mi családunk részére is, hogy a lányom, aki most 20 éves, ő Szolnokra jár a vendéglátóipari főiskolára, szálloda idegenforgalmi szakon, tehát ebből az irányból van, tehát megvan a reménye annak, hogy valaki folytatni fogja. A nagyfiú, ő 16-17 éves lesz most már lassan. Hát ő úgy érzékeljük most jelen pillanatban, hogy a számítástechnika érdekli, tehát ez is igen kapcsolódik ez a tevékenységhez. Mivel nagy a korkülönbség közöttünk és felékesténk, én már akkor, mikor én fiatal kicsi gyerek volt, én messze dolgozottam egy világkár szakmában, és látva az ő fejlődés, meg aztán az ő utána menne, a többi fiúk is utána menete, én is a vendéglátásban helyezkedtem el. 1980-ban végeztem, mint felszolgáló, és itt Hajdúszoboszlón a helyi vendéglátóvállalatnál dolgoztam, mint felszolgáló közel 10 évig. Most ez a vendéglátás, ez nekem nem úgy jött be, hogy én ezt gondoltam, és ezt próbáltam valami más választást, más valamilyen szakmát választani. Így a kereskedelemben helyezkedtem el, és közben megnősültem, és így a családi, kis családi vállalkozást alapítottam, ami először kezdődött a férházak alatt, egy kis édesség volt. Akkor volt nekem első gyere Hajdúszoboszlón, ilyen kimondott ilyen palackos ital volt, ahol sört lehetett árulni egy kicsi helyiségben. Utána próbálkoztam tovább, mert ez kicsi volt a családunknak, és így Hajdúszoboszlón béreltem egy élelmiszerboltot. Azután Hajdúszoboszlón, és jelen pillanatban itt Hajdúszoboszlón, vagy a Lovas utcán építkeztünk, és itt próbáltuk úgy megépíteni a házunkat, hogy elférjen benne egy kis családi vállalkozás is, és itt építettünk meg egy kis élelmiszerboltot, amit mai napig is üzemeltetünk, és itt vagyunk. Ez közel 13 év vagyunk, én is vállalkozom. Pillanatnyilag a legkisebb fiú van a legnagyobb gondban. Mivel a kereskedelemben megjelentek a multik, lehet, hogy váltania kell, visszatérnie a vendéglátáshoz. Erre biztatják bátyjai is. Van egy fiam és két kislány. A fiam az már 19 éves, ő szakácstanulnak tanul a vendéglátásban szintén. Még nem tudom, hogy később ilyen hogyan fogja ő ezt megszeretni. Egyelőre itt helyezkedett el, aztán majd később látjuk. A két lány az pedig előre más pályán, nem tudom, hogy hogyan fog még az ő életük alakulni. Két nagyfiam, ugye 17 éves a gimnázista, a 14 éves barna fiam az még általásoskolás, de valószínűleg biztos, hogy szállások lesznek, vagy vendéglátósok, tehát tovább visszük a nem csak a nevet, hanem a szakmát is, és talán még a reménység, amely mások vonalat majd vinni fogja, a gyógyszerész, hogy a kislány lesz, ami most 16 hónapos, tehát egy édes kislány, tehát így egy szép nagy családba alkotunk most jelenleg. A legidősebb fiú által bérelt szilfa vendéglőt egy éve lebontották. Helyére új üzletház épült, s benne az új szilfa étterem. Most 2001. július 6-án lett kész, és akkor tudtuk kinyitni ezt a házat.
most már így ősszel mondom, hál' Istennek vége a szezonnak, és meg tudtam azt, hogy egyáltalán mit csináltam. Tehát lement a nyár, egy nagyon kedvelt, egy nagyon jó sikerült, egy olyan éttermet sikerült nyitni, ami tulajdonképpen mindenkinek a számára, úgy mondom, hogy tehát mindenki megtalálja benne a számítását, lett benne egy gyors étterem, egy önkiszolgáló étterem, egy alakat étterem, ami este egy jó cigányzenével van még tulajdonképpen bővítve. Nagyon kellemes, szép kert helyisége van, nyáron teltházan működünk, a fürdőbeállattal szembe, ami azt mondom, hogy tulajdonképpen ez egy nagyon csodálatos dolog. És ami a lényeg ebben, hogy az egész, így mondom, mert az egész életem munkája van most már ebbe a házba, ebben nagyon közel játszik a családom, a feleségem, a gyerekeim, akik szintén ebbe a szakmába, úgy mondom, a sörözővel együtt csináltuk, együtt kezdtük el, a két gyerek, a feleségem, aki úgy mondom, hogy tehát ilyen családi vállalkozás. Amit szeretnék is tovább adni nekik, de valószínű, hogy tovább is, tehát valószínű, hogy ők fogják tovább vinni, mivel mindenkinek, mind a két gyerekemnek a szakmája is a vendéglátás. A katona fivérek egy gondolattal mindig megelőzték a bizonytalankodókat, s az idő őket igazolta. Így van ez a Dianiska család esetében is. Ahogy a 30-as években is többen próbáltak szerencsét Szoboszlón, boldogulásukat remélve, jöttek családok a 80-as években is. Más volt a közeg, mások a lehetőségek, de most sem volt igazán könnyű. A Dianiska család téglásról jött. Tapasztalatuk volt a vendéglátás terén, bíztak magukban és a város vonzerejében, s már a valóságos kis birodalmat teremtettek Hajdúszoboszlón. 1982-ben lehetőség nyílt a vállalkozásra. A téglás központjában levő eszpresszót kivettük szerzéses üzemeltetésbe. Ekkor már erősnek éreztük magunkat, ott volt édesanyámban egy tapasztalatával. A feleségem, akivel akkor harmadik éve voltam nős, és én. Ekkor, mint fiatalok, nagy ambíció volt bennünk, fel akartuk bojtani a világot, nem volt lehetetlen, nagyon sokat dolgoztunk. A munkák eredménye hamar meg is látszott a presszónak a forgalmán, hamarosan fellendítettük a forgalmat, nagyon megszerették bennünket, színesé, változatosá tettük a presszót. A szomszédos Újfejeton szintén kivettem akkor már én szerzéses üzemeltetésben egy másosztályi presszót, amit nagyon szerettük a fejetói embereket, és ott is meghálálták a becsületes munkánkat, a segítőkészségünket és a becsületes vendéglátásunkat. Ott megfigyeltő volt, még oda nem kerültünk a fejetói presszóba, és a fiatalok eljártak Nyíregyházára, Nálásra, diszkóra, és rengeteg fiatal volt. És akkor elgondolkoztam, és gondoltam, hogy ezeket sok embert, mondom, sok fiatalt, ezt nem szabad elengedni a faluból, akkor még nem volt város fejetó, azt mondom, most se. És akkor kérdeztem, mit szeretnétek, hát mondták ott is, hogy jó zenekar, akkor még nem volt videodiszkó, tehát én téglásra is, fejetőre is én vittem be a videodiszkót, akkor még nem tudták mi az, és már jobb városokban voltak, és ez nagy siker hozott a mi vendéglátásunkban. De mindig mi a vendéget tartottuk szem előtt, mindig a vendég igénye szerint szerveztük meg a rendezvényeinket, műsorainkat, és például a szórakoztató programokat. Hát ennek a két szerzős üzletnek, mivel hogy sok munkának meghozta a gyümölcsét, tehát anyagiabban is erősödtünk, és akkor már én tovább akartam lépni, már sokszor országban lehetőség nyílt, több vendéglátó üzlet nyitására, tehát magán jelleggel, és én ezt szerettem volna, de először megpróbálkoztam, hogy nem adják el valamelyik szerzős üzletet, tehát a fejetőt és a téglásit is. Sajnos mind a két áfész nem elválaszolt, tehát nem adták el az üzletet, és ezért gondoltuk, hogy valahova mindig is egy sajátot kell építeni, nem kell általánydíjat fizetni, és akkor a sajátunkban leszünk. Hát nekem jó barátom, akkor oda volt már egy pár éve Balaton,
És akkor az időben 80-as években a Balaton az nagyon nagy reklámot adtak neki, és nagyon Balaton nagyon sikereket értek el a vendéglátósok. Nagyon hamar meggazdagodtak, és nyáron sokat dolgoztak, télen pihentek. Hát ez csábító volt mindenkinek. Én nekem is, hogy nem mondom, milyen jó lenne, mondom. Gondoltuk, hogy jól ne lemenni Balatonról, és akkor nyáron nagyon dolgozunk, télen meg akkor tudunk pihenni. De ezt viszont a feleségem nem akarta, hogy messze elkerüljünk a szülőktől, a családtól, ezért közelebb kellett, hogy nézzünk vendéglátó helyre alkalmas várost. Ez hál' Istennek hamar meg is lett, ez Hajdúszoboszlón közel volt, Tégláshoz 46 km, és úgy döntöttünk, hogy Téglásról Hajdúszoboszlónra fogunk költözni. Hamarosan meg is találtam a most jelenlévő Hajdúszoboszlón Hőfalás utca 27 számat lévő kis házat, akkor még volt egy kis ház konyhával, nagy kertel, és ezt akkor megvettük. Hamarosan elkészültek a tervek, építkezésbe fogtunk, és 88-ban át is adtuk a karikás vendéglőt, és a felette egy csári házzal, és ide költöztem Szoboszlóra, akkor még édesanyám még ott maradtak Tégláson. Az üzlet szépen beindult, akkor is már újabb dolgot akartunk kitalálni, mert akkor bevezettük a rengeteg reklámcédulákat, szórólapokat a városba, kis betyárokat, általános iskolásokat beöltöztettünk én betyáruhába, hogy milyen karikás jelleg, akkor kimentek a fürdőbe, ostorral elkezdtek csatingatni a medence partján, és gyorsan felfigyeltek üdülők, hogy mi ez. És azonnal több száz ember vette őket körül, és akkor elkezdték osztogatni a lapokat, és ezzel nagyon nagy reklámot sikerült karikás vendéglőnek elérni. A vendéglő önmagában kevésnek bizonyult, ezért 1990-ben 11 szobával megnyitották a panziót, majd a közelben béreltek egy kis hotelt. Később ennek kiváltására 95-ben 20 szobával és egy romantikus terasszal bővítették birodalmukat. A család részvétele nagyon fontos számomra, mert akkor nyugodtan mehetek el akárhova egy üzleti tárgyalással vagy állatbeszerezni, vagy hasonló dolgokra. Mert tudom, hogy akkor oda van figyelve, a dolgozók is jobban vigyáznak, és jobban körül van tekintve az üzlet. Egy ilyen magánvállalkozásnál a családnak a szerepe óriási. Tehát különböző el tudjuk osztani a munkánkat, hogy ki a panzió résznél, vendéglőnél, cukrászatnál dolgozik, és akkor könnyebb mindenkinek. Ez nagyon, egy üzletnél nagyon sok múlik mindig a vezetőn, vagy a vezetőnek a családján, tehát mindig az embernek példamutatóan kell viselkedni, becsületesnek lenni, hogy a gyerekei is azt lássák tőle, nagyon fontos a vendégfele is a minőséget, mennyiséget megtartani, és a korrekt árakat. A legfontosabb számomra, hogy a minőség fele kellett orientálódni, mert lehetett látni, hogy nagyon sok bolt a városban, nagyon sok bolt lett, és nagyon szépen fejlődnek, az üzleteket felújítják, tehát ebben mi sem akartunk lemaradni, ezért a minőségi rendszert tűztük ki célul, minél jobb munkát, jobb minőséget tudjunk előállítani a saját egységünkbe. Ennek a munkának meg is lett a gyümölcse, 2000-ben az ISO minősítést kaptunk, 2000 januárjában, és ez nagyon nagy kötelezettséget von az egész egységre és a dolgozókra is egyaránt. Mi 2000 évben ugyanígy megpályáztuk a védnöki táblát a Gasztronómiai Szövetségtől, aminek az elnőrzése titkosan történik. Egy komoly mesterszakács vagy szakember akkor beül az étterembe, étkezik, megnéz mindenféle helységet, úgy, hogy nem tudunk róla, tehát hivatlanul, és akkor utána lepontozzák. Mi nálunk is ez megtörtént, nem tudjuk, hogy ki volt az, csak mikor a díjátadás volt, mivel ezt a táblát megnyertük, a védnöki táblát, ezt 2000 szintén novemberében kaptuk meg. A Gasztronómiai Szövetségtől Unger Károly adta át, ami nagyon örömre szolgált, nagyon tiszteljük őt, és ez meg is tárt a vendéglő éttermébe ez a tábla. Ez is azt mutatja, hogy a mi vendéglőnk a minőség fele orientálódik, és minél jobban, minél jobb minőséggel akarnánk ezt a munkát elvégezni.
Nagyon fontos még, hogy a dolgozóimról beszéljek, igyekeztem úgy kiválasztani őket, hogy tudásba, szakmai tudásba, megjelenésbe és viselkedésbe a legjobbat nyújtsanak. Nagyon szeretem őket, nagyon rendesen dolgoznak, itt nálunk nem kell veszekedni, hogyha be kell jönni egy rendezvényre, örömmel szívesen jönnek, fiatalok, szintén ambiciózusak, nagyon szép munkát végeznek. Ez mind igaz, amit elmondott a fiam eddig, és én nagyon örülök és boldog vagyok, hogy ilyen sikeres az üzleti dolgaiban. Én reggel nyitok, megosztjuk a munkát, reggel én nyitok 6 órakor, jönnek a dolgozók takarítani, konyhára reggeliztetünk. A fiam ő inkább este van itt, és az unokám is. Ő is most már olyan szépen belejött az üzleti dolgokba, hogy szereti és szeret itt lenni. A menyem az van a 3 cukrászda, ahogy a fiam már említette is, és ő inkább ott tevékenykedik. Ő azt nagyon szereti csinálni, és így közöttünk megvan ott a munka. A Dianiska családban tehát a mesterség anyáról fiúra szállt, és majd fiúkra szállt tovább. Dianiska Csabáéknak 4 fiúk van, melyből a 2 legnagyobb dolgozik egyelőre az üzletben, de valószínűleg a kicsik, akik ikrek, szintén itt folytatják majd. A vendéglátásban sajátosat, eredetit, egyedit adni sokak vágya, megvalósítani már kevesebbeknek sikerül. A gyógyulni vágyó vendég is kíváncsi. Szeretné a fürdőn, a városon kívül a környéket is megismerni. Kijutni a szabadba, belekóstolni a vidéki életbe, akár a tanyasiba is. Rápolt István nem kimenekült a tanyára. Szerette a szoboszlói vendéglátást, egy évtizedet töltött el benne, majd kipróbálta a Balatonit is. Végül mégis a természet közelsége vonzotta. Megvettem a várostól 5 kilométerre lévő Suba tanyát. Egy betűt az eredeti tanya néven nagymamája Tuba Viola emlékének adózva megváltoztatott. 7 éve fogadta az első vendégeket, s mára már inkább az a gondja, hogy talán sokan is jönnek. 1971-ben egy alkalmassági vizsga, alkalmassági tesztnek a tanácsára hallgatóan kerültem Miskolcra a vendéglátóbér szakközépiskolába, vagy jelentkeztem, bár előtt édesanyám szakács volt. A Szatmárban, a kis Jánkmajdési Áfésznek a konyháján oda is bebejárogattam, de a komolyabb szakmai tanulmányokat az iskolába kezdtem el. Miskolcon kezdődött 71-ben az iskola, 75-ben érettségiztem, ahol a vendéglátó szakmából a szakács, felszolgáló, szállodai portás, üzletvezetői szakmát kaptuk érettségével együtt, bizonyos nyelvalapokkal. És hát ugye a 19 évesen, 18 évesen a fiúknak abban az időben nekünk is az volt, hogy minél hamarabb kis borravalót, a felszolgáló szakma biztosította ezt, hogy minél hamarabb eljussunk. Már édesanyámnak egy tovább tanítatás is már komolyabb terhet jelentett volna a vállán, mivel hogy nagymamám együtt neveltek. És így kerültem Hajdúszoboszlóra 76. április 1-én, Halász Csárdába kezdtem a szakmát, ott cseppentünk be az életbe, akkor tele energiával, tele lendülettel, szinte nem ismertünk időt. Nappal Jutas Imre bácsinál dolgoztunk a Szigeti Halászcsárdába, délután este a Halászcsárdába, éjfél 1-2 óráig, de talán még ha egy-két utánon kötöttük volna és bírtuk volna, annyira kedvünk volt csinálni ezt a szakmát, és annyi sok vendég volt, ugye akkor még csak magyar vendégekkel volt tele a város, és talán az ország vendéglátás és a magyar vendégekből élt. Nagyon szép felszolgálóüveget töltöttem itt, 2 évig voltam a Halászcsárdában, megismertem a város, megismertem Szobosztót, és 78-ban kerültem a Magyaros étterembe, Akvába, ami akkor a fénypontja volt Szobosztónak. Ott is 4 évet dolgoztam, aztán a Szotnál még további éveket a Békébe, de valahol azt éreztem, amikor egy kis magyaros mellény volt rajtam abban az étteremben, egy kis magyaros hangulat, valahol ott pesgett igazán a vérem. Aztán a sorsnak a ajándéka talán, vagy a szerencsés pontja volt, amikor a rendszerváltás idejében német csoportvezetővel a Békébe találkoztam, a 2 hét mellettük töltött időszaknak a megbecsülése éppen a
német csoportvezető felajánlott egy lehetőséget a Balatonnál, Balatonföldváron egy kis hotelnek a Venengátó részét béröltem. A végülis ebben az időben indult a privatizáció, 89. novemberében már a betéti társaságomat bejegyezték, és ugye ott két hét tavasszal ősszel a német dömpingnél így foglalkoztunk a vendégekkel, a gulyáspartikat, a borkóstolókat, a grillpartikat, a hangulatos programokat, amit szerveztünk, valahol igazán a Bogrács körül, a szabad térben, a szabad tűz mellett való sütés-főzés, valahogy mindig ezt éreztem, hogy ez volt a csúcspontja a németekkel való foglalkozásnak, és talán a vendég is ezt érezték legjobban. A Balatonhoz 4 éves szerződést kötötte. Ezt az időt letöltötte ugyan, de már közben elhatározta, hogy hazatér. 90 óta, 91 óta folyamatosan keresgettem a tanyákat. Amikor itt voltam Szoboszlón, ha jártam a határt, nézegettem távcsővel elhagyott tanyákat. A következő lépés a földhivatal volt, kié, hogy lehet, mind lehet megvenni, és bizony hosszas keresgélés után 92 tavaszán vettem meg ezt a jelenlegi tanyát, aminek a muzeális értékű kis öreg 1800-as évek végén épült házikónak a tornácáról mesélem ezt a kis monológot. Amikor megvettem, bizony ez egy 10 évig üres tanya volt, hát el lehet képzelni, hogy ez az egy holdos udvaron, hogy mi állt itt és hogy is állt ez az öreg ház. Még 2 évig a Balatonhoz között a szerződésem, tehát azt folyamatosan csináltam, de az eszem már azért itt járt, e körül forgolódott, mit, hogy lehetne megvalósítani. Nagyon sokat küzdködtünk a vízzel, nagyon kemény munka volt, vizet, villanyt, utat, mindent meg kell teremteni, ami máshol végül is adott volt, azt itt mindent előről kellett kezdeni. Ezt az öreg házat rendbetettük, átalakítottuk egy kis múzeummá, kis 94-ben, amikor leállt a szerződésem, akkor januárban hazapakoltam, és az egész év a tanya kialakítására volt számva. A 4 év alatt megspórolt félretett kis pénz szinte pillanatokat elfogyott ebbe a tanyába, mert olyan léptékkel kívánta a beruházásra szánt összeget. Nagyon nehéz volt még hitelt szerezni, annak ellenére, hogy a újságok tele voltak a falusi tanyusi turizmus támogatásával, mint jövőkép felrajzolásával, de hát végül is csak nem adtam fel, mert eddig mindent, amit az életbe elterveztem, szinte mindent sikerült megvalósítani, kemény munkával mindenért megdolgozva, és ehhez is sikerült összeszedni az anyagi forrásokat. Köszönet még egy-két német barátomnak is, akik önzetlenül segítettek, mert talán ők még tőlem is jobban látták ebbe a fantáziát. Tehát elkezdtük az építkezést, az öreg házat rendbe tettük, és ez is volt fontos ez, mert ez egy kis stílust adjon a további fejlesztésekhez, a tanya további képének, arcoltának a kialakításához. Megterveztettük, felépítettük a vendégfogadóházat, a szép konyhával, közös helyiségekkel, mosdókkal, és egy kis szolgálati részt, ahol a személyzet öltözni tudott, azóta is ugyanúgy állnak hagyományos anyagokból, vályokból, sok fával, bontott cserepekkel, amit mindent rendbe tettünk, és mindent visszaépítettünk úgy, ahogy az eredetileg valamikor is volt. Az első vendégeket 94-ben fogadták, és már a kezdés éve rendkívül eredményes volt. Így hamarosan arról is döntöttek, hogyan tovább. 98-ban kezdtük el az apartmanházakat építeni, tovább megőrizve a hagyományokat, vályokból építettük, náttetővel, sok fával, nyilván a mai kornak megfelelő felszereltséggel, úgy a fürdőszoba, mint a technika terén. Ezzel egy picit most megrekedtünk, mégis a 3. év apró hiányosság van még, amit meg kell csinálnunk, de minden évben az idén és tavaly is úgy jöttek közbe a események, ami fontosabbá tette, más előtérbe helyezte más fejlesztéseket, amiket meg kellett csinálni, és ezért ez egy picit csúszott, de én nagyon bízom benne, hogy a jövő évben ez már teljes üzemképességben fog működni, tehát teljesen rendben tudjuk tenni. Ez a köztelévő időszak, amiért ez csúszott, ez sem volt eseménytelen, mert nem kis beruházások valósultak meg. Ugye kapóra jött a hajdúszobosztói csúszdaparkkal való közös pályázatunkban, amikor a szabadidő program kiegészítéseként istárókat építettünk,
több mint 400 négyzetméteres istállót, valamennyi őshonos jószágnak van helye, nincs még minden állatunk, mert hát az is komoly befektetést igényel, de az istállót viszont nagyon szépen megcsináltuk, ami az eddigiek során is mutatta, és a vélemények is egyébhangzóan azt igazolják, hogy ez valóban olyan minősítésű istállókat rósítottunk meg, ami minden igényt kielégít. És egyrészt azért is akartam így, mert a mai világban már nem lehet nem minőséget produkálni, mert akkor a konkurencia, akkor a verseny, hogy már csak jót lehet adni, csak jót lehet csinálni, csak azt érdemes, abba érdemes pénzt betenni, még ha többet is kell. Egy picit ruhát váltottam, de azt hiszem ez ugyanúgy hozzátartozik a tanyánknak a hangulatához, mivel az első perctől kezdve a hagyományok őrzése mellett sokat adunk a népviseletre is, mint ahogy említettem, a gasztronómiára is. A ételeinket a kemencébe, szabadtűzünk, bográsba, sütjük, főzünk, ahogy valamikor a nagymamáink, ahogy valamikor a pásztor emberek csinálták azt a pusztában. És a népviseleteket meg úgy szaklapokból barátok népművészek segítségével, tanácsaira alakítottuk ki, a csikós viseletektől kezdve az egyszerű alföldi parasztemberek viseletétől kezdve mindjárt így dolgozunk, a zenekarunk viseletben dolgozik, és ez nagyon fontosnak tartom, hogy így jelenjünk meg a tanyán, műsorokban, programokban, tehát így tudjunk megjelenni. Azt, hogy ezt a tanyát kialakítottuk az első percből kezdve, végül is magam sem gondoltam, hogy ekkor lesz, magam sem gondoltam, hogy ez ilyen sikeres, és így fog menni, így fog üzemelni, de ez egyre jobban afelé megy, hogy ezt valahogy a családi értéket ezt meg kellene őrizzük. Nagyon sokat dolgoztunk, jártunk itt Németországban, 8-9 éven keresztül rengeteg programot csináltunk itt, például nagyon sok étteremben, hotelben bejártunk, kisebb panzióktól nagyobb helyekig, és mindenütt az volt, hogy ez a nagyapa, nagymama, aki valamikor vezette és felépítette ezt a panziókat, éttermeket, hoteleket, azok még mindig ott ülnek 70-80 évesen, és a papa a recepcióhoz belül esetleg, a mama még pucolja a krumplit, beül a zöldségesbe, ebbe-abba, ahogy tudja, én segítik, de a fronton már a gyerekek, már az unokák vannak. Nem tudom, ez nálunk tradícióval fog-e válni, ezt országosan mondtam, átlagosan, de azért Magyarországon sok vendéglátós dinasztia van, akik hosszú évekre visszamenőleg, és hát ugye nem kell, mint a gundeleket is, hogy a vendéglátást művelik és csinálják minden apró szépségével, örömével, csinyával, binnyával, de itt magunkhoz visszavetítve érzem, hogy ezt már talán, ha más találna itt a vendég, nem úgy jönné ide hozzánk, de mindenképp nekünk kell tovább csinálni. Én nem akarom a gyermekémet befolyásolni, ezt majd ők eldöntik, hogy mi lesz a jövő. A egyik lányom idegenfogalom századszakon most 3. éves, szolnokra jár, végül is magától választotta ezt a szakmát. Úgy érzem, ezen a vonalon tudok neki segíteni, nem csak itt, hanem az egész ország területén, akár külföldön és szakmai berkekbe kapcsolatunk alapján biztos, hogy olyan helyekre, olyan szép helyekre eljuthat, olyan helyeken gyakorolhat, tanulhatja, leseti a szakmát, ahová egyszerűen tehát nem könnyű bekerülni, és ez már rajta, hogy ezt meg fogja szeretni, vagy nem. Kicsi fiunk, 9 éve, 5-10 éves, ő még előtt a jövő, ezt még nem lehet tudni, hogy aztán az a tanyát mennyire szereti, mennyire nem, azt azért apróságból ki lehet szűrni, hogy bizony ő is nagyon ragaszkodik hozzá. Mindig, ha bele voltam keseredve, mondom, eladom kisfiam ezt a tanyát, apa, azt ne, szóval látni lehetett az arcán azt a éjjegységet, hogy mondhatok én érzi ezt eladni. Aztán, hát ez majd a jövő meg fogja oldani, én még szeretném hosszú ideig ezt csinálni ebbe a hangulatba. Valamit egy picit változtatni kellene mindenképpen, mert most nagyon sokat dolgozok. A feleségem a háttérmunkában nagyon sokat segít, ami szintén érkőszetlen ahhoz, hogy ez így menjen, és ilyen intenzitásra ide tudjak erre figyelni. Én várom az apartmanok megindulásától azt, hogy talán itt tudunk egy picit csökkenteni. Hát nekünk nem azért kell reklámozni, hogy több vendégünk legyen, haza azon kell spekulálni, hogy tudom egy picit majd visszább fogni ezt a vendégkört, vendégforgalmat, úgyhogy mindenkinek meglegyen a pihenése mellette, mert ez bizony most ördögi kör, ebből egyelőre nincs kiszállás, de hát reméljük, hogy ez így fog működni még.
úgy hozta a sors, hogy én is erre a területre keveredtem. Először igaz orvosi egyetemre készültem, de utána meggondoltam magam, és így kerültem a szolnoki főiskolára érettségi után idegenforgalom száradaszakra. Ez most már harmadik évemet kezdtem meg a szeptemberben, és kezdett kialakulni bennem, hogy mit is takar ez a szakma, hogy idegenforgalom, szálloda, és a szálloda része a dolognak jobban érdekel, valamint hát így édesapám mellett a vendéglátásban már egészen kicsi korom óta benne vagyok, és beleláttam. Ami szintén érdekel, ezért valószínű, hogy másoddiplomaként még a vendéglátószakot is el fogom végezni, hogy aztán valami segíthessek neki itt a családi vállalkozás továbbvitelében valamilyen szinten, ami hát valószínűleg a kisházaknak az irányítására, vendégek fogadására, programszervezésre korlátozódik majd, hiszen a csoportokkal kapcsolatban a hangazi hangulatot azt úgyis az apukám képviseli, de érdekel nagyon ez a programszervezés része, ezért most így az iskolában is egy ilyen szakirányra mentem, ahol vendégeknek programszervezést tanítunk, és hát itt rengeteg lehetőség van a környéken arra, hogy az ide érkező vendégeknek egy színes, változatos programkínálatot tudjunk ajánlani. Nagy előny is számomra ez, hogy van ez a családi vállalkozásunk, mert így a gyakorlati oldalában jobban belelátok ennek a dolognak, hiszen a főiskolán nagy részt azért elméletet tanítunk, még hogyha elég gyakorlati, a sok oktatás is folyik, és majd azután jön még ugyan két fél év gyakorlat, amikor igazán belelát az ember majd az idegenforgalom és a szállodaiparba, de valahol, még ha csak kisvállalkozási szinten is, azért a gyakorlati oldala az már nálam úgymond megvan, vagy legalábbis az alapjai, hiszen itt azért már elég sok mindent tapasztaltam, és ellentétben sok mindenkivel a főiskolán ez így előnyt jelent számomra, mert sok mindenkinek nincsen lehetősége arra, hogy a vendégekkel foglalkozzon, az idegenforgalomban valamilyen szinten tevékenykedjen. Első a vendég, vallják a szakemberek, s hogy Hajdúszoboszlón, ez különösen igaz, arra vonatkozóan egy kis statisztika. Míg 1941-ben 4000 vendégnek tudtak egyszerre szállást biztosítani a városban, mára 14 000-nek, s a vendégészakák száma is a bűvös 1 milliónál tart. A fejlődés mind mennyiségileg, mind minőségileg rendkívül jelentős. A bemutatott családokon túl még családok százai élnek kifejezetten az idegenforgalomból, de természetesen sokan csak alkalmazottként. Megteremteni egy önálló, életképes gazdasági vállalkozást volt könnyű sem a 30-as években, sem évtizedekkel később a rendszerváltás idején. Hajdúszoboszló vendéglátásában ma is jó néhány család van, akik meghatározóak a hajdúszoboszlói turizmus életében. Most legyen ez szállásszolgáltatás, vagy étterem, vagy esetleg más szakmai terület, akik megérezték, és hát nem kis kockázatot vállalva, a lehetőséget megragadva az egész családot ráállították erre. És ennek azért nagyon szép példái vannak, hogy ez működőképes, erre van kereslet, a vendégek ezt megérzik, hogy ott róluk szól minden, és díjazzák is azzal, hogy visszatérnek, preferálják az üzletet, és ez nyilvánvalóan a forgalomba is jelentkezik. Az pedig már a vendéglátósnak a rátermettségén múlik, hogy megérzi-e, hogy ebből bizony egyre többet vissza is kell fordítani, mert az élet nem áll meg, a helyzet változik, a vendég igénye növekszik, amit nekünk magunknak is elő kell segíteni, de hát ez jelentkezik is, és ez bizony mindig pénzbe kerül, ennek irányába mindig lépni kell, sőt, ha jól csináljuk, akkor talán elé kell menni egy kicsit, azért, hogy egyre magasabb színvonalon tudjunk megfelelni a vendég és a szakmai követelményeknek. A Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülete 92-ben alakult, majd létrejött a fizető vendéglátóké is.
Mint minden szakmai civil szervezeten belül, náluk is akadnak nézetkülönbségek. De nagyon fontos, hogy a fokozódó versenyben mindenki megtalálja helyét. Én nem hinném, hogy ezt harcként kellett megélni, mert én legalábbis nem így éltem meg. Ez egy életkínálta lehetőség, szükségszerűség volt, amiben azok, akik úgy érezték, hogy tudják és merik felvállalni, azok kockáztattak, és ha hittel és kellő vendégszeretettel csinálták, akkor talán nyertek is, vagy nyerni fognak a későbbiekben, hiszen ez a 10 év, ez még nem egy olyan borzasztó hosszú idő, ha hosszú távon kívánja valaki csinálni ezt a mesterséget. Akik a gyors meggazdagodást, vagy a kényszer pálya miatt választották, azoknak sajnos csalódás, hiszen gyorsan meggazdagodni tisztességgel nem lehet, ez egyértelmű. Vannak sajnos, akik kényszerből vállalkoztak, ez megint egy olyan helyzete a szakmának, amiben hát más szakmáknak is vannak hasonló jelenségei. A továbblépéshez, a fejlődéshez pénz kell. Ha ezt nem sikerül megtermelni, akkor előbb-utóbb a vállalkozás az kudarcba fullad, tehát ezek az emberek kiesnek. A mi feladatunk, én úgy gondolom az, hogy azokat az embereket, akikben azért érték van, akik teremtőképesek, azokat segítsük ebben, hogy ne a kudarc legyen, vagy ha az a lehetőség adatik meg, akkor integrálni kell, hogy a képességeik legalább ne vesszenek el. Az ezredfordulón soha nem látott mérvű fejlődés kezdődött Hajdúszoboszlón. A legfőbb vonzerő továbbra is a gyógyvíz, de annak érdekében, hogy hosszú távon is biztosítható legyen a turizmus fenntartható fejlődése, összehangoltan a régió és a város turizmusában résztvevők egészének érdekeit szem előtt tartva kell a jövőt tervezni. És ebben építeni azokra a családokra, akik nemzedékről nemzedékre örökítik át a hajdúsági vendégszeretetet. Itt kapcsolatok alakulnak ki vendég és vendéglátós között, ami nagyon jó dolog, és erre a világ sok táján ma nagyon sokat költenek, hogy ezt visszaállítsák, hogy erre szakembereket képezzenek. Hajdúszoboszlón még nem kell erre szakembereket képezni, ez benne van a hajdúsági emberbe. Én úgy gondolom, hogy itt nekünk arra kell hangsúlyt fektetni, hogy ezt megőrizzük, hogy ez nehogy elvesszen, mert a szoboszlói vendéglátás varázsa az, hogy szeretik a vendéget. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!